Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 17 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, szerda van, és ez azt jelenti, hogy már csak 3 nap, és itt a hétvége. Jó reggelt, hello Feri, hello Jani! Jó reggelt! Na, jó, van itt van. Minden leüzemelünk, gyerekek. Mi van még? Minden van, hát itt minden van. Már témaváltás. Na, hát még nem is volt. Emlékeztek erre a boomra? Igen. Igen, itt minden. Tényleg. Itt minden van, gyerekek. Mit csinál el, Miki? Bom, bom. Na! Á, gyerekek, minden. Minden a régi. Már nagyon játékosak az ujjaid. Nagyon fürgék, nagyon kipientek a gombokon. Gyerekek, tegnap gondoltam, ledülök egy órára, és olyan alvás hiányom volt, hogy délben lefeküdtem, és 4:45-kor kell. Vigyázni kell ezzel. Én nem csináltam ilyet soha, mert nekem minden nap van valami dolgom, mert csinálok valamit, mert én is szeretek így nagyon lustálkodni. Vagyok valahol, csinálok valamit, 4:45-kor keltem, és olyan lelkiismeret furdalásom volt, ezt nem tudtam, hogy miért hogy egyébként. Nem 2 órával később keltél. Igen, de hogy 4:45-kor, és aztán mentünk az óviba a gyerekért, majdnem 4 és fél órát aludtam. Újjászülettem. Ennek az volt az eredménye, hogy éjszaka nem tudtam aludni. Tehát, ez jó. Ez az, amikor megborul a napi bioritmusod, tudod, és így egyszerűen oda vagy. És nem érted, hogy miért vagy még fönt éjfélkor. Nem tudtam semmilyen jó sorozatot nézni, aztán nem tudtam aludni. Most megint álmos vagy, most megint lefekszel, tudod, hogy lehet ebből kijönni? Sehogy, most már örökké nappal fogsz aludni. Ez most örökké az éjszaka hercege leszel. Állandóan nappal alszom, mert az ugye most a császára újra. Igen, éjszaka nem aludtam. Déltől ötig alszom minden nap, és este viszont remekül meg tudod nézni a letöltött sorozataidat. Na, az, ez a déltől ötig alvás, ez nekem olyan, hogy elfecséreltél egy napot. Tehát, hogy kárba megy egy nap. Éjszaka kell aludni. Nappal az ebben levegő legyen, dolgozzon, intézze az ügyeit, sportoljon. Hát csináljon bármit. Nem? Aludj kint a kertben. Ez olyan 70 éves ilyen papper, aki egy kicsit ledöltem aludni. Megaludtam. Hát egy 4 órácskát aludtam. 5 óra. Igen. Ja, és nem 15-e, hanem 16-dik. Igen. Ja, egy napot átaludtam. Szóval persze a reggeli műsorkészítők alszanak általában, mert azért a 4:30-4:40-es kelés azért az megvág, mint az ipari áram, hogy szokták mondani. Van. Így mondjuk így is, úgy is sajnos. De én nem hittem, hónapok óta nem aludtam így délután. És 4:45. Fú. Jó volt egy szép is vagy. Az akkumulátorok. Szép vagyok? Hát minden, de haló. Minden nap szép, de ma? Ma a legszebb. Ma különösen. Ez így van, ez a szépségszerda. Hát figyeljetek, értekezlet van, erre fel kell készülni. Ja, és utána a zsibasztásra. Fel kell készülnöm idegileg, fizikailag, lelkileg. Mennénk mi, de 4:11-re tudod, ha megbeszéltük tudod, hogy... Hogyne, egy picit előbb is. Azt gondolom, hogy ez nullanó, ugye? Olyan sok közös programotok, hogy azt gondolom, jó megbeszéltétek. Nem, tényleg. Így van. Ja, most aztán tényleg. Hát kutya fáját. A parkolói mindig együtt megyünk. Hát neked mondanánk mást, hogyha nem. Azért azt gondolom, hogy olyan nagyon tiketten, olyan nagyon megbeszéltetek valami nagyon közös programot. Csörgött, hogy tudunk-e, mert 10-kor. Hát mondom, figyelj, érti van a bazsinak, már csak menjünk, minek várjuk, nem? Megcsörgetitek egymást 9-től, és akkor 10:30-11-ig így trécseltek egy kicsit, hogy hogy vagyunk. Fölkarcoljuk a másnak tábláját, hogy merre menjünk. Megcsörgetem, és abban a pillanatban a nyomós kérde. Te most miért nem jössz velem? Hogy lesz ilyen vízió? Mert nagyon nem életszerű. Jönne ő, ha egy minimálisan életszerű lenne, de ebben nem tud, mert annyira nem életszerű, hogy egyszerűen képtelen. Nem, most lesz közös programunk, csak még Jani nem tudja. Na mi a közös program? Nem, de esküszöm. Na mesélj. Na, el mi? Kell vinned a fiamat falat mászni. Ja, azt simán, szívesen. Simán csak van. Nem leszek ott, mondjad. Csak te nem leszel ott. Jöjjön. Voltunk játszótéren, és van egy olyan játszó, ahol csináltak egy ilyen kis mászófalat, de hát úgy kell 1,5 méter vagy 2, és akkor vannak ilyen bekapaszkodók, nem tudom ti, hogy hívjátok, és a gyerek szerintem jó, tehát én látom benne a jövő nagy falmászóját, amivel nyilván semmire nem megy az ég egyet a világon, viszont egészséges, izmos gyerek lesz, az azért jó dolog, és akkor mondtam, hogy nekem van egy, hogy hát van a Jani, mert ismeri a Soma, és hogy menjünk el vele egy rendes nagyra. Lehet menni 5 simán. Évesen? Hát hogy ne lehetne, persze. Van olyan, amit gyerekfal. Van. Gyerek, falra fogom vinni a gyereket. Eljöttem a Spiderbe, én nagyon szívesen biztosítom a gyereket. Mi vagy? Már nem, hogy izé, jó, hogy kívánok, hagyd mutassa meg a kötvények. Igen. Mi vagy? Jó. Egy biztosítási ügynök? 10 éves futamidővel így legyenek szívesek aláírni. Havi befizetés, hát nem jó erről beszélni, de bármi történhet, itt kéne aláírni. Én nem is mondtad, hogy jársz egy kis aktatáskával ügynökösködni egyébként itt házra. Ugye, hogy a sport mögé rejtőzködve egy kis mellékes.
Vannak kis gyerekek is, ott tényleg másznak? Simán, simán, és hát imádják, kedvedünk, csodákat lehet látni. Tehát, hogy azért a kis testüket. Náluk nincsen ilyen, hogy elfáradtam, aztán hagyjuk abba. Tehát, hogy ő akkor is, mert azon túl is megy. Tehát, hogy fel se fogja gyakorlatilag, hogy mit csinál, a 40-esek mindig néznek, hogy Jézus Mária. Hogy olyan jól megy. Aha, nagyon most hagyjuk abba is irány a kocsma, mert ennek sem értem, hogy cselemásznak minket a 8 évesek. Ott azért lehet tényleg csodákat látni, meg hát, ahogy Feri is mondja, hát ez a legjobb mozgás, saját testúját mozgatja, ugye, a mozgáskultúra ez folyamatosan fejlődik, ez nem csak az ereje, hanem a lazasága, a lazább már ne legyen a soma. Többet nem is tudok most mondani. Elég, tehát saját ereje és a lazasága. Így van, saját testúját gyakorlatok a legjobb. A világ lesz, mindenki megmondja. Na jó van, akkor másztok. Persze, látod, persze, hogy mennünk el 10-kor. Ja, tudtam, mondtam én. Ez a közös program ezt akkor. Ezt találtad ki te, viszont nekem megint van egy hatalmas ötletem, megint egy olyan vállalkozás, amit nem mi csináltunk meg, megint egy olyan dolog, amiből nem mi csinálunk pénzt. Tegnap voltam röntgenen, ugye a kis orsóvény felülés műtétemnek egy következő fázisához érkeztünk a megelőző vizsgálatok tekintetében. És elmentem egy ilyen röntgeneső vizsgálatra. Most ez egy dolog, hogy nem tudok bemenni csak úgy az utcáról, illetve be tudok, ha van egy másfél órám, hogy üldögéljek, mert hogy annyian vannak. Egy héttel előre kellett kérnem időpontot. Bementem, egy ilyen 5 perc alatt megvolt az egész, meg még 5 perc, amíg kiírták egy CD-re a kis képeket. Igen, és hát egy ilyen kis hét rugocskámba került az egész történet. Rettenetesen udvariasok voltak, nagyon jó fejek voltak, tehát minden nagyon flottul ment, főleg így, hogy előre kértem időpontot, mert egyébként mondom, tehát nem fértem volna be. Hónapokat kell várnod. Nagyon-nagyon komoly, most gondoltam arra, hogy hát majd utána nézek meg, hogy mibe fáj egy ilyen röntgengép, mert akkor mit tudom én is alkalmaznék pár csinos nővérkét, Feri a hentes ismerősöktől szerezne egy pár fehér köpenyt XS-es méretben. Sima ügy. Igen, vagy néhány XXL-eset szétvágnak és csinálnak belőle. És figyeljetek, ez azért... Ez egy menő dolog. De mennyit, hogy 10 millió egy gép? Hát nem tudom, nem ja, tudom. Ja, nem nézted hát még? Hát investálnátok, én meg vinném az üzletet. Hogy mire? Én meg az arcomodnám. Azt képzeld már el, ahogy Vadon Jani üzletet visz. Még hát hallod? Jó vagy benne. Jó napot kívánok, doktor Vadon. Figyeljetek, nagyon ment. Hát igen, nagyon és csak ment. Egy másodpercre visszatérve az alapproblémára, hogy délelőtt. Egyébként, hogyha nem délelőtt, szerintem éjjel-nap, ha éjszakai beosztást csinálnál, akkor is tele lenne, mert te egyébként bemész az STK-ba, most mondom, tehát a hivatalosok, akkor azt mondja, hogy jó napot kívánok, kéne egy koponya CT. Én voltam egy ilyen helyen, csak mondom 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, nekem is ilyen orr, meg izé volt, és mondta a emberünk, hogy akkor most átmegy, viszi a pénzt magával, akkor meg tudjuk csinálni. Mondom, ha nem lenne pénzem, most nincs nálam, akkor mit mond? Hát ez volt februárban, azt mondta, hogy június 16. Hát ez ilyen, igen. Hát de most, és ha addig meghalsz? Hát ez, igen. Akkor hello? Kemény. Hát nem hello, sajnos ez ilyen, így igen. De CT, MR, röntgen, ja. Általában így van. Hát most már azért ez sok helyen meg lehet csináltatni, igen, csak az ugye saját. Ja, saját pénzből. Saját pénzből, akkor ott vagy azonnal egy fix időpontra. Uh-huh. Igen. És kultúrás is hely, nagyon udvariasak, nagyon helyesek, tele van csinos nővérkékkel. Akkor téged ez a vonal érdekel. Nem mosolyogja közben, mert széthúzza az arcomat. Hát, hogy próbáljuk meg kicsit komolyabbá válni. Nagyon-nagyon. És te lennél a cég HR-ese, aki felveszi a csinos nővéreket? Hát, viccelsz. Mindenes lennék. Jó biznisz egyébként, nem tudom mennyi egy ilyen gép. Hát biztos horror. Azért egy ilyen 5 gép, az biztos van, mint 80-100 millió. Azért mire az visszaketjek 7000-esével, plusz bérlet, plusz felújítás, plusz nem tudom, bérek, szóval azért nem tudom, hogy úgy kirúgnád az oldalát. Akkor egy tőkeerős társakat keresek, 0676-45. Hát de az üzleti modelled az ugye úgy néz ki, hogy te veszed fel a csinos csajokat, és mi tesszük bele a lóvét. Ja, na, hát kávé. Szerintem nekem ez így tetszik, szimpatikus. Jó. Ez az üzleti terv? Aha, ez a biznisz? Igen, most ezt találtam ki. Nem baj, ha kimaradok. Egyelőre tovább keresem a befektetőket, de háttérből figyelem az eseményeket, nem szállok be a röntgen bizniszbe. Tehát így elsőre ez így nem verte. Nem verte be nálam nagyon. Nem rossz, nem rossz. Nem akarsz lenni a társa? A csendes? A Vadon is társa. Vadon is társa, CT. Vadon is CT, MR, BT. CT, MR, BT, KFT, minden csinálunk. A CT, BT. Úgyhogy ez a másik egy kis puffoglivalom, hagyj legyen már most ma reggel. Képzeljétek el, hogy azt vettem észre, hogy mostanában valamiért nincsenek pontosan beállítva az órák azon a vonalon, legalábbis a buszvezetők tekintetében, akik ott járnak nálunk, mert 2-3 percet korábban jön, mint ahogy ki van írva arra a rohadt táblán, és ez egy nagyon picit, ez idegesítő. Nálam nem olyan feszes a napi rend, tehát hogy most a villamossal megyek el
utána, akkor sincsen semmi gond, benn vagyok, de mi van azzal, akinek egyébként pontosan be kell érni a munkahelyére, és pontosan azzal a busszal tud beérni, aminek ott kellene lenni, mit tudom én, óra 7-kor, ehelyett már ott van óra 5-kor, vagy óra 4-kor. Hogy ott nincsen egy ilyen valamilyen, állítsuk be az óráinkat együtt reggel, vagy valami, vagy Greenwich idő, vagy valami. Siet. Hogy hova siet? Aha. Tehát, hogy ne siessen már annyira. Most az tényleg, én nagyon régen voltam ennyire tudatos BKV-s, szoktam néha használni a metrót, az életszerű, hogy azt mondod, várja. Nem, az nem életszerű. Az nem, de inkább késni szabad, mint előbb jön. 7 óra 7 percre van kiírva a buszod, és te 7 óra 6 perc 30 másodperckor érsz oda a megállóban, nem érsz oda 2 perccel elő? Mert én, ha így mennék, ha tudom, hogy 7 óra 7 perckor nekem tutin el kell indulni, én azért 7 óra 4-re ott lennék. Hónapokon keresztül működik az időbeosztásom, és mindig ott vagyok időben, és még én várok a buszra, és ez így működik, utána pedig hirtelen ez megszakad, aha, és nem látom a táblán kirakva a narancssárga tacepaut, hogy mit tudom, egy menetrend változás, vagy ilyesmi, akkor csak nem én vagyok a hibás. A másik még az, hogy reggel tudjuk, hogy ez az 5 perc azért a fontos, én 5 perccel korábban, és ráadásul most már 2 perccel korábban keltem reggel, csak azért, hogy elérjem a buszt, hogy nehogy úgy járjak, mint tegnap. Na, de mégis tudtam úgy járni. Tehát, hogy ilyenkor hova siet? Nem lehet, hogy törölték a járatodat? Hát, hogy tulajdonképpen az már nincs is. Hogy ne siessen már annyira, nem? Hát tudom én ezt, hogy persze jól állunk, vagy jobban állunk, mint Chilében, Perúban, meg Indiában, ahol akkor indul a busz, ahol tele van. Korán jön, az a nem jó. Hát most hát, komolyan mondom, hát itt semmi nem jó senkinek ebben az országban. Ha késik, még késik. Korán jön, még jön korán. Hát ez nem egy. Figyelj. Dróton húzott izé, kábelbusz. A TKK-ban már valószínűleg öngyilkos lett volna a vezérigazgató, hogyha ilyenek lennének, de nálunk nem, nálunk belefér. Szóval én nem akarok sokat. Hát érted? Most 2 perccel később induljon már. Tessék felelősen közlekedni. Is. Ugye? Ennyi időn alatt. Nem lehet mindez az ország kicsit mindig olyan, hogy mindig másra mutogatunk, meg mindig másra hibás. De akkor miért nem írják a táblára, hogy majd jövünk? 7 óra. Miért vannak kirakva azok az időpontok, nem? Hogy legyen viszonyítási alapot. Körülbelül tud, mikor jön. 7 óra 7-re jön a busz, akkor 7 óra 4-re tessék kimenni. Kb. Tényleg, hát ez a megoldás. Oda kell írni, hogy kb. Hát kb. 7-07. Így a kb. Na, és akkor az 7-05 már benne van. Vagy MH, mikor, hogy... Ott van egy gyerekek, egy busz azért persze pontosan hogy tartsa? Most kifordul valaki eléd egy vészillogóval, ott állsz egy percet, egy piros lábbal. Mi a tökülesülői úton reggel 5-kor, hogy tartsa? Hát akkor... A kötött pályán közlekedő azért tartja. Tehát most egy busz összeszed a pálya végén egy 1,5-2 percet, az még szerintem egészen baráti. Tehát ilyen 15-20 perccel jön előbb, vagy később. Gondolod, csak mi az elején vagyunk, de nagyon. Az csúnya lenne, de most ilyen 2-3 perc, ez nem tűnik annyira. Szóval érted, 4 megálló alatt összeszed 2 perc késést, az azzal. Most 2 perccel korábban jött, nem? Egyébként korábban. Nem is várhatja ki a 7-07-et, mert hogy álljon a busz megállóban, mert akkor föltorlódnak a buszok. Az a sok buszok, érted? Az ott fogna állatok állni. Tehát nem várhatja meg a 7-07-et, neki menni kell tovább, mert a következő kilökné a megállóban. Hát vagy valahogy, nem tudom, étre út karbantartásból kifolyólag, vagy valami a természeti katasztrófa, most van egy lejtő korábban, aha, és ugye légfékes, biztos a busz, vagy valami, aztán ott meggyorsul, vagy én nem tudom. Hát figyeljetek, mindegy, nézd a jó bocsánat, oldalát. Ne haragudjatok. De nézd a jó oldalát. Na nézzük, melyik a jó oldal. Hát próbáld, sem lehet így nézni, hát kimaradhatott volna a járat, nem jöhetett volna, lerobbanhatott volna, mehetté volna metróval, taxival, örülj neki, hogy ott nem volt. Rossz. Indítsd az elejéről ezt a dolgot. Tehát ne azt nézd, hogy nem pontos, hanem de jó, hogy jött. Fél évig ennek örülj aztán, de jó, hogy csak 2 perccel jött előbb. Tehát építsd fel ezt a dolgot, egyből az az elvárásod, hogy pontosan jöjjön, nem? Hát jöjjön, legyen ott a busz. Legyen rajta meleg. Nyáron legyen klíma. Én szoktam legyen udvarias a sofőr. És akkor már utána lépésben 1-2 év alatt eljutsz oda, hogy na már most 7 óra 7-re itt volt a busz. Hát, hogy lépésekben építsd ezt a dolgot. Én az apró dolgokat, hogy nem műanyag üléses, hanem mondjuk szövetüléses, meg ilyenek, meg látom, hogy mit tudom én, ilyen izét, új buszunk van, ez a, mit tudom én, a Fan Hungeban, vagy Fan Hul, vagy Fan Dam, nem tudom most ez. Annak örülni szoktam. De van ez a BKK program, már figyelted, hogy hol a buszol, nem? Hát akkor miért nem nézem? Most mindent tegyenek a szádba. Minden helyetted oldjanak meg. Napközben az nagyon jöjjön be, érted, a lakásba a busz, érted? Ott a kis BKK, futárszolgálat, vagy mi ez? Futár, nem? Vagy mi ennek a címe? Mi ennek a neve? Futár. Ránézek, hol a buszom, késik. Abitnyi, akkor még benyomok egy 100 napos tojást. Nem késik, időben van, akkor kimegyek a megállóba. Hát használd a futárszolgálat. Nem, az a baj, hogy tegyenek készen a szád. Tudod, hogy androidos vagyok, 5 perc alatt áll fel a rendszerét. Mondjuk ez is igaz, hogy iOS 8-on én ránézek, ott vagy. Te androiddal bekapcsolod, átfrissíted, megnézed, vírustalanítod, érted? Hát igen. Tudom, hogy nekem semmi se jó. Minek van kiírva a táblára? Bocs. Hát igen, egyébként jó. Tehát már a tábla. Vagy javaslom akkor tényleg a KB-t, vagy a
De mi Ákos, ez nem a futár, nincs ez a BKK futár, hello, de jó reggelt. Ez a futár. Ugye? Azon gondolkodom, hogy a Jani órája az vajon nem lehet, hogy rosszul jár. Na, az meg a másik, hogy kinek az órája pontos. Vagy te utálsz egy 3 órával, és akkor átlagolsz. A Jani szerintem egyébként igen. Rohadt BKV, és 3 órával, egy kakukkos órával, nem, meg ezért két izé napórával a fején, tudod? Egyrészt ugye ilyen internetes beállítású az órák, a telefonon, ami mondjuk nem annyira fontos, de a, mondjuk például az ébresztő órámon, de csak mondom 180. Én így szoktam beállítani egyébként otthon az összes órát, hogy felhívom a 180-an, így. Hallgatom? Jézusom, igen. 6 óra, 58 perc, 50 másodperc. De ez nekem elszívja egy fél élet. Én ezért alszom 4 órákat. 59 perc, és már nyomom. Nálunk minden rohadt óra pontosan jár. Én ilyet utára 8 évesen csináltam. Az okos telefonod rááll a pontos idő. Mit állítasz az okos telefonod? Ezzel kezdtem felé, tehát hogy a telefon, meg azt nem lövöm össze, de az összes többit viszont igen. De figyelj, BKK nem csinálja ezt, tehát nem állnak a futárrendszer. De ők csinálják, javaslom nekik 180. Hívják a 180. De mit állít még a kakukkos órádat, a 180-ra állítod? De milyen óra van még a lakásban? Kakukkus! Kus, most hívom a 180-an. Vagy van, aki ilyen rádiós ébresztő órák? Van. És miért nem állítod be a telefonodról? Tehát ahhoz miért kell a 180-an? A telefonod pontos, mert internetről frissít. Mert a telefonom nem mondja, hogy 6 óra, 58 perc, 50 másodperc. És 10 másodpercenként mondja másodperceket. Én nem bockodok, nálunk pontosan be van állítva minden, érted? Atya, úristen. Nem szórakozunk. És érte. Este még úgy van, úgyhogy feljold a meseszolgáltatást, és matában mesét van. Hallgatsz, ilyen van. Így van, és a gyerekek Schaffhausen bácsinak hívnak, mert olyan pontosan. Emlékeztek, régen volt, hogy viccet hallgathattál, mesét hallgathattál, nem tudom, időjárás, nem tudom, 600 dolgot meg tudtál hallgatni, mindegyiknek meg volt a száma. 186, 191, mit tudom én, és akkor meseszolgáltatás, 193 fölhívtad, és akkor jó estét, gyerekek. Ma nem tudom mit. És meghallgathattad. És a gyerek elaludt a telefonkadlóval. És a gyerek, én nem tudom, ki hallgatott ilyet, igen, de hogy ezeket így meghallgathattad, igen. Mit hallgatsz, apa? Csak a mese, a hóférke és a hét perverz. Remélem, ágyban vagytok már. Nálunk nem volt ilyen vonal, érdekes. Nem, mondd már, hogy nem volt. Hát volt annak idején. Hát nálunk nem volt. Nem, de mese, volt, a pontos újabb vonal, volt. Meg szexvonal, meg igen. Volt. Igen. Ja, 06-90, de én a rendesen mese gondoltam. Felnőtteknek. Mese felnőtteknek is volt, igen. És ezt tudtad? Jó, ugye, mondom így, hóférke és hét perverz. Na jól van, hogy állunk játékkal? Jól. Jól állunk? Ennyi szólva. 2-0-ra megyünk, drága hallgatók, ez nektek szól. Lehet újra jelentkezni játékra. Jó, ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t, arcoskodás megengedett, egészen nyugodtan, mint minden reggel. Most aztán ne utólag legyen az, hogy miért ezzel vagy azzal a játékosra játszottunk, miért nem veletek. Tessék nyugodtan ezt a dolgot elengedni és masszívan arcoskodni. Jó, mi meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan. 7 óra itt vagyunk egyből a hírek után, hogy legyen idő egy kicsit beszélni és foglalkozni az SMS-ekkel, mármint ami ugye a közlekedési SMS-eket illeti. Azt mondja, hogy Szombathelyen a Family Centernél ismét mérnek dió. Küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Az Árpád hídon kérdezitek, mi a helyzet? Hát tegnap volt ott egy nagyon nagy baleset, nyilván azóta ott már minden rendben. Trafi van a 47-esen, Mikepércsen, Hari üzente nekünk, valamint Kaposváron, a Füredi úton, a Laktanyánál mér az új trafi, ezt Jani küldte nekünk. Tatabányánál Budapest felé 6 darab menekül sétál a leálló sávon. Köszönjük szépen. Szóval, hogy valaki menekült, az 6-an sétálnak, ránézek, és sietős úgy néz ki. Sietős a sétál, és sokat nézik ennek a hátunk. Igen, hosszú még az út a határi víz. Honnan tudjuk ránézni, és 6 darab menekült. Mindenesetre elküldtétek én. Beolvastam. Köszönjük szépen. Na! Azt mondja, hogy igen, sok arcoskodó SMS, ez rendben is van egyébként, mert hogy ugye hát játékra készülünk, 2-0-ra vezetünk jelen bizony. Pillanatban? Igen. Na, gyerekek, jók akkor vagyunk. Jó. Nagyon húzunk. Szemtelen a szerdánál behúzni a hetet, vagy Hát szerintem nem. A múlt évi arcoskodó univerzum királyának címe elvesztése után minden egyes meccset meg kell fogni, és engem lelőni decemberben, amikor majd elkezdem pedzegetni, hogy nem tesszük föl az egész évet újra. Jó, oda, köszönjük. Hogy mi lenne, ha igen, ismét bátrak lennénk. És jön a sokak által, sok igen, hallgató által kedvelt mindent, vagy semmit Balázs. Igen, decemberben már elkezdem majd magat, hogy na gyerekek, hát így megnyertük ezt az évet, nem? Csavarunk egyet a dolgon. Ott kell majd észlelni. Szépen. A Kozma utca már beállt. Írja valaki, köszönjük. Budaörsi út tiszta, a levegő, járható. Ezt Sisza küldte nekünk. Na jó van, megnézzük, hogy ki a hét harmadik játékosa. A
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Szia, Balázs, sziasztok! Szia! Szia, honnan hívtál minket, Betty? Vácegresről. Vácegres. Ott laksz nyilván, vagy ott élsz? Itt lakom, igen. És mit csinálsz? Betegellományban vagyok sajnos. Na. Valami komoly, vagy csak valami kis könnyedebb? Ízületi gyulladás, de eléggé komoly, igen. Ízületi gyulladás, hát ez nem hangzik túl jól. Mit dolgozol egyébként, amikor nincs ízületi gyulladásod? Varrónő vagyok. Hoppá! Ha? Varrónő. És akkor te kézi varró vagy? Tehát kézzel varsz, azért van az ízületi? Nem, géppel. Uh-huh. Uh-huh. Jó. Már kézzel, hogy érted? Hogy hát, hogy varrótű, és akkor tudod, kézi munka, vannak olyan ruhák, amit csak úgy lehet megnyarni, és akkor mondom, a valami. Akkor igen. Nem a kézüzületed van begyulladva, ugye? De a kezeim. Akkor összefügg leginkább a munkáddal. Összefügg a munkával, vagy egy csak úgy kijött, és ez bárkinek kijött? Vírusfertőzés, azt mondták. Ó, és akkor az úgy ráhúzódott a kezed. Igen, igen. Ez nem hangzik túl jól. Jobbulási szándékkal, Beti, hát ha a játékhozzá segít, hogy hamarabb jöjjön. Ne, feküdj vissza, pihenjél inkább. Igen. Most megint az lesz, hogy majd mi egy betegen játszunk, tehát na. Akkor persze, mert így könnyű, mert olyat választhatok, de hát mi volt az SMS-ed? Nagyon arcoskodtál? Igen, mert többször arcoskodtam. Na, uh-huh. Ezt jó tisztában tenni. Tisztában tenni. Arcoskodjunk, Bali. Én eddig arcoskodtam, hogy már esélytelen, hogy játsszak veletek. Puszi, Betty. Na, tehát, hogy Bettynek nagy a szája, nem arról van szó, hogy mi tudtuk, hogy beteg is megint egy beteget választottunk, ugye? Tehát ezt senki nem iratja meg. A nagy szád miatt büntetett meg a jóisten az ízületi gyulladás. Igen. Köszi. Kivel szeretnél játszani? Ferivel. Jaj, de jó. Jó. Fú, gyerekek, bocsánat, csak egy pillanatra. Éppen német lejös időjárás jelent, és ez a szombat vasárnap 12 fok. Hát várj, ez nem magzik túl, úgyhogy csütörtökön 24. Uh-huh. Láttad? Ez nem jó. Ez nem jó, gyerekek. Fújjátok le a szabadtéri programokat. Ez nem nézett ki túl jól. Nem ez a szakadó eső 12 fok. Hát kellemetlen. Igen. Beszélünk a Lajossal is. Na jó, ez csak azért kellett bedobni, hogy a Feri felszívja magát, és most porrá zúzza Betty. Hoj. Kellett egy kis időhúzás nekünk. Mehetünk? Igen. Na akkor, Jani. Tritumál, adj neki! Fáj a kezed, Betty? Egyre jobb. Lábbal tartod a telefont? Kézzel tartom. Kézzel, jó van. Tudtad, hogy anyukám is varrónő? Ja, akarsz kérdezni? Anyukádról nem tudtam. Köszönöm, ott a vége. Anyukámról nem tudtam. Nem tudtam. Pá, gyerekek, hát erről a hetek második szép volt, Feri. Megvan a hét. Volt, Feri. Így van. Olyan könnyű egy beteget legyőzni. Hát mindegy, mi a makkegészségeseket mindig elintézzük Balázsral, Feri pedig. Csak mondom, hogy tegnap is én játszottam, és nyertem. Jó is volt. Arra ne törődj vele az egészségeseket, add ide, a betegeket dobdom Ferinek. Könnyű. Könnyű egy fájó kezűvel játszani. Betikém, hát ez nem volt egy erős játék. Sajnálom, az étteremről szerettem volna kérdezni pedig. Tök jó. Sose tudjuk meg, hogy mit. Sose tudjuk meg, hogy mit. Igen. Most már nem. Nem. Beti, jobbulást kívánunk neked, jó? Köszi. Hát ha ez a játék kicsit hozzájárult ahhoz, hogy előbb gyűjjön. Mikor mehetsz dolgozni, mit mondaná? Hát remélem egy hónap múlva körülbelül. Egy hónap? Atya Isten. Az kemény. Azt a mindenit. Mit csinálsz otthon egyébként? Az ember kitakarítja a lakást ötször, meg megcsinál ezt, az nyilván ízületi gyulladása nem feltétlen, de utána? Benneteket hallgatlak. Na, az jó, de 10-kor elmegyünk. Újra hallgat. Aha. Újra hallgatsz, mit csinálsz? Igen. Kislányomat viszem óvodába. Ó, van gyermek is. Nagyon jó. Meg orvoshoz járok. Ó, szegénykém. Na jó, hát kitartás, jobbulást, jó? Tényleg, ezt kívánjuk neked. Köszi a játékot, Betty, vigyázz magadra. Köszönöm, sziasztok. Hello. Gyerekek, hát hadd ne mondjuk, hogy mi történt ezen a héten. Mi van, pöcsök? Kikaptam? Jaj. Na, mi van, arcok? Megint ez van, mindannyian hátradőlhetünk. Ki ezért, ki azért. Jaj, gyerekek, mi van? Megint kikaptam? Lennénk szerények, de mi? Most mit csináljunk? Adjuk oda előre, vagy ne játszunk? Vagy tényleg? Kutya fáját, mit tudunk tenni, hogy nyerjetek? Még valaki? Na? Hogy jobban induljon a hetünk? Senki? Napunk? Csönde órán, vagytok? Percünk? Nem mondtok semmit? Hallgassak. Most mi van? Hallgassak. Na? Elhallgattatok? Na most mi ugye? Van?
lefelé görbülök, pici szálltok. Zsepít valakinek. Ne sírjatok. Ne sírjatok. Semmi gond. Semmi baj, egy három dolog. Semmi. Jövő héten hétfőn újra indul a játék. Holnap után kicsit bolckodunk. Hétfőn már újra lesz tétje a játéknak. Jó? Bírjátok ki. Már majdnem csak egy hét és újra lesz komoly tétje a játéknak. Így van. Gyerekek, ne adjatok. A részvét a fontos. Így van. Na, egy érdekes témával folytatjuk majd 7 óra után, vagyis vágunk bele, mert hogy szerintem megoszlanak a vélemények arról, amit Varga Viktor csinált, és ezt már mindenki tudja, hogy ő mit csinált. Szerintem, a bolond. A bolond, igen, nagyon sokan azt mondják, hogy ez milyen jó, milyen bátor, milyen nagyszerű, és mekkora önmegvalósítás. Szerintem egyébként büdös nagy ciki az egész. De nem is ez a lényeg, majd erről vitatkozunk, ha valakinek más a véleménye, hogy lehet, nem lehet, miért ne lehetne, fölugrott, jaj, mi van ebbe, jaj, nincs ebbe semmi. Ugye ő elment a Louvre-ba, és megcsókolta a Mona Lisát. Énekelni kezdett, megcsókolta a Mona Lisát, majd pedig áruhában kimenekült a múzeumból. Ez a golyóálló üveget, ami igen, a Mona Lisa előtt van. Így van, hát ugye a Mona Lisát nem tudod megcsókolni. Pontosan az ilyen félőrültekhez képest már ugye üveg mögött van a Mona Lisa, vagy félőrültek miatt. És erről a videót is készített, mi pedig arra gondoltunk, hogy felhívjuk, hogy elmondhassa, mi volt ez szerintem meglehetősen őrültett, hát nem tudom, kiváltó oka, vagy célja, vagy egészen mit szeretett volna ezzel ő elérni, énekelt, majd fölpattant az emelvényre, és megcsókolta a Mona Lisát. Dermesztő a videó egyébként. Tudjuk hívni, mert a kezelőorvos is beleegyezett. Így van. Úgyhogy felhívjuk Varga Viktort, és megkérdezzük, hogy egyrészt mire számíthatunk legközelebb, kettő, ezt az egészet vajon miért csinált? Nem? Ugye ez egy folyamat része. Igen. Most már, tehát ő koronában megjelent a nemzeti jelképekkel, akkor aztán nem is tudom még hány ilyen botránya volt, hát most ez a csúcs szerintem. Ugye? Vagy van még följebb? Lehet, nem tudom, hogy lehet egy csúcsnak hívni. Lehet még. Én ezt hát, hát olyan csúcs, lecsőrözni második Erzsébetet. Még azért van, rossz. Igen. Na megkérdezzük, mit tervez még. Jó, úgyhogy vele beszélgetünk majd Ákos híre után. 7 óra múlt, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello, hello. Sziasztok, jó reggelt. Hallgatók. Ma jó idő, holnap 24 fok, gyerekek, úgyhogy mindenki ki a szabadba, aki és tud, aztán hétvégén jön a fekete leves. Ez még addig egy pár nap, még napról napra változik itt az időjárás. Igazi április, nem? Reméljük, hogy jó idő lesz, mert ne felejtsük el, hogy mi vivicsitázunk, sőt már az a kiderült a tegnap információ volt, hogy áron is fog futni. Kovácsáron le fogja futni a félmaratoni távot. Úgyhogy szurkolunk neki. Aha, örüljek, sírjak, izguljak, mit kell vele csinálnom? Izgulj. Szurkolj neki, kollega. Ja, az áron még van? Van, hogy ne volna. Hát csak nem hallgatom. Nem, én ritkán hallgatom, nem tudtam. Szani Roland, de van, akikkel nem találkozom, és így nem tudom, hogy van-e. Van Van, igen, szombat este van az a klassz toplista, ugye? Azt hiszem, igen. Drukkolok Áronnak, nagyon. Melyik Áron? Ez a bármi Áron. Melyik Áron? Persze, de féljen a gyerekek, hát az egy komoly teljesítmény. Komoly nagyon teljesítmény. Nagy, ráadásul nagyon nála a legnagyobb távolság, amit eddig lefutott, az 16 km volt, és nem szabad elfelejteni, hogy ő cukorbeteg, és ő nem is bizonyan a Noé-ért fogja futni, nem is a Noé-t fogja támogatni, neki van egy ilyen D Plus Generation nevű alapítványa, ami pont a cukorbetegek nehézségeire, hétköznapjaira hívja fel a figyelmet, és értük fogja lefutni. Nagyon nagy dolog, nagyon nagy dolog. Nem, félmaraton az már komoly teljesítmény. 10 km is komoly teljesítmény, 12. Ugye kinek mi a komoly teljesítmény? Önmaga legyőzése. Ez lehet 3, lehet 7, lehet 10, tehát nem is a kilométertől függ, hogy mennyire komoly teljesítmény, hanem addig 3-at futottál, de most 6-ot futsz, nagy teljesítmény, ha eddig 1-et futottál, most 3-at futsz, és megcsinál, nagy teljesítmény. Valljuk őszintén, már az is nagy teljesítmény sokak esetében, hogy otthonról szépen felállnak a karosszékből, és úgy döntenek, hogy mondjuk kint a szabadon is mozgással fogják tölteni. Persze, tőlem hétvégén. Az is nagy teljesítmény, hogy hétvégén rád gondolok majd, hogy fuss. Már elfáradok, és elindul, hogy kéne gondolnom a Janira, de már elfáradok ettől a gondolattól, és nem gondolok. Jani már biztos melegít, már biztos fut, már biztos az előtte riszáló csípőket nézi. Igen. Mert egyébként, csak hát mondom, azért vannak látványosságok is, tehát hogy abban az, tehát Balázs szoktam mindig mondani, és valahol jogos is a dolog, hogy azért a futás az egy monoton sport is tud lenni, csak aha, mondjuk az utcai futóversenyeken mondjuk minden van, csak monotonitás nem. Mert 18. kilométernél még tudsz arra gondolni. Kikizőkkel, én mindig. Tudsz még, hallod, érted, engem a holdpontokon ez húszál.
Nálam nincsen női, női fenekek, ahogy elmennek Fihéke. Előtted? Hát, igen. Hát persze, azért az jó, persze, látványosságok vannak. Szép látvány. Úgyhogy nincsen ezzel az égvilágon semmi gond. Négy emberke sétál az M1-esen Pest felé az 50-es kőnél, mindenki vigyázol rájuk. M3-as 17-es kilométer Budapest felé van egy baleset, már most 2 kilométer a dugó, ezt Zsuzsa küldte nekünk. Dunakeszi göt között, 2-es úton, Megyeri híd alatt szürke Ford egyterűből mérnek. Már egy Ford egyterűből is, gyerekek. Reggel mi krumplit pakoltak, aztán beraktak egy trafit, és most mérnek egy Ford egyterűből. Hát ez... Az új trafik az biztos ekkora kell. Döbbenetes. Hogy elférjen. Nagykörösi úton 5 autó összeütközött a kereszteződésnél, a gyorsétteremnél üzeni nekünk Zizi, kigyulladt egy Smart Pest felé az M3-ason a 19-es kilométernél, és ha jól láttam, a buszról autót oltottak az M3-ason, így van, ez ugyanaz, a ring pihenő után Budapest felé. Ez a kigyulladás, ez számomra mindig egy nagy rejtély, ráadásul egy Smart, hogy? Tehát mész, valamit csinálsz, hogy egyszer csak valami a motorban, egy elektromos tűz, egy páf pillanatokat lángra kap. Nektek van poroltó a kocsiban? Van. Nincs. Igen? Jó, ez most nem hozzád szól. Ja, bocs, nyilvánvaló, hogy minden van. Hidegélelem, poroltó, 4-es segédoboz, 6 izzókészlet, 3 kempingszék, 4 lámpa és 6 medvebőr összehajtva, esetleg júniusban megjön a havazás. Tehát, hogy kérdezi valaki, a TFK-s nálunk van. Igen, jó, 63 darab láthatósági mellény, 4 csajka, 3 hegesztőpisztoly és 4 mi az a katonaság, az étkészlet, evőkészlet, ja, és 4 kanálgép, hogyha rátok tör valahol az éjszaka sikos mellett a várnál. Tehát, vannak bizonyos dolgok, amíg van például nyári meg téli szettünk is. Tehát, hogy nem, bele se menjünk. Nem, még a nyári gumicset etettem föl, nem, hogy nyári szett, téli szett. Nekem is téli gumim van. Nem volt, időm nem volt elme. 2 hete. Miből van nyári téli? Csak így egy mondatra. De most tényleg loptam, csaltam, hazudtam, mire vagy kíváncsi még? Csak egy nem, hogy a nyári téli. Bajom, hogy most meghallgassam. Hogy miből van nyári téli? Azt mondtad, hogy van egy csomó készlet, amiből van nyári és téli. A téli gumi. Téli láthatósági mellény és nyári láthatósági mellény. Hát a rövidújú, hosszújú. Egyrészt. Téli izzókészlet, nyári izzókészlet. Nyáron hólapátot például nem hordok. Ez igaz. És hóláncot. Azokat kirakjuk ilyenkor az autóból, de azt télen hordok. Hordod a hólapátot meg a hóláncot. Hát elviszi az autó. Atya úristen! Hát, ha baj lesz. És másokon is tud segíteni, érted? De a porralótól a standard. Mi azért hárma, mennyire mások vagyunk. De ettől jó. Tehát ez én mindig azt mondom, hogy ez a dolog ettől működik, hogy mennyire nagyon mások vagyunk. Hát hál' Istennek. Az én autóm is fog kiégni. De unalmas lenne egyébként 3 egyforma ember vezetni a műsort, igen. Na. Írt egy hallgató ilyen érdekes SMS, hogy azért tényleg mennyire semmi nem jó hallgatóknak. Micsoda nagy királyok vagytok, a játékra vonatkozik az SMS pont-ponttal. Elvileg az ország 3 legjobb rádiós, a stressz és lámparáz nélkül legyőz nyambat ajándékért küzdő amatőröket. Gratula. Talán az lenne a fair, ha csak ti nem mondhatnátok ki a tiltott szavakat. Utóirat nekem már jutott ajándék. Jaj, így különösen izgalmas. Jutott ajándék, de mégis megkeseredett, mégis beleszól, hogy humorizálunk azon, hogy nyerünk. Mégse jó neki, de mégis minket hallgat, hogy micsoda megkeseredett. Kell egy ironia effekt. Egyébként már tényleg, gyerekek, eljutott oda a komplett morális állapot az országban, szerintem, hogy már a reggeli műsorokban, én ezt egyébként már nagyon többször javasoltam, hogy kell egy, mint a Nógrádinál a zárójel, nekünk egy irónia, vagy egy nem is tudom, egy zárójel effekt, amikor ugye úgy humorizálunk, hogy azt idézőjelbe tesszük. Ahogy sokszor az egész műsorunk kicsit idézőjeles. De hogy már itt tartunk. Értitek ezt? És nem kell nekünk ezzel foglalkozni, még nem is nagyon szoktunk, csak hogy már amikor már nyersz, és már az se jó, hogy utána ezen kell. A televízió műsorokban egy összekacsintó vis, és a rádió műsorokban pedig egy ironia effekt. Egy írva, valamit találok, és akkor nyomkodni fogom. Csak és annyira sűrűn kell nyomkodni, hogy meg annyit nem is nagyon bírok. Nem, az kell, hogy mint a 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Tehát az egész műsorunk egy nagy idézője. Ez úgy értem, hogy érted, amikor bántunk valakit, idézőjelesen tesszük, zárójelbe tesszük, majd akkor kitesszük a 6 órás hírek elé az idézőjelet. Nem csak, hogy milyen gondolkodású emberek hallgatnak egyébként minket. Ez is érdekes. Is. Na, is ilyenek is persze. Varga Viktor, gyerekek, hát ugye eléri a célját, mert hogy már ha mi is róla beszélünk, akkor már ő tulajdonképpen célba jutott, de nem is baj. Néhány mondatot beszéltünk róla. Ő ugye fényt kapott, már vacsa születésnél egyébként, kiment Párizsba, és megcsókolta a Mona Lisát. És hát én ezt a videót megnéztem, ő először énekel, az egészet nagyon jól felépítette, énekel egy picit a Louvre-ban, és utána felpattan, mert hogy úgy kell elképzelni, valaki nem látta volna még a Mona Lisát, mint tudom, videón vagy élőben, hogy előtte van egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen rejtett polc-szerűség, amire ugye gondolom a takarítók állnak föl, amikor az üveget tisztítják, vagy hogy szebb legyen, egy ilyen kis pódium-szerű,
arra lehet föllépni, és üveg mögött van a Mona Lisa. Egy úgynevezett lebegőpolc. Egy lebegőpolc. Ez a hivatalos neve, de ez egy jó, ez ilyen egy négyzetméteres körülbelül, mintha ilyen egyszer egy méter lenne. Körülbelül ugye van ez, és előtte van a kordon, hogy ne lehessen egészen közel menni. Már egy korábbi esetből kifolyólag, mert hogy ugye, mint minden normális képtárban, korábban egyszerűen csak lógott a falon. Igen. És hát meglehetősen kicsi képről van amúgy szó, az ember nem is gondolná, hogy mennyire pici, és korábban is volt már, hogy nagyon közel mentek, sőt, valaki meg is próbálta leemelni a falról, megérinteni, stb. Aztán ezért. Na, és én megnéztem ezt a videót, de hogy ez szerintem szörnyű. Tehát szerintem ez az egész, és nyilván felhívjuk a Viktor, nyilván én nem akarom őt bántani, meg tényleg mindenki azt csinál, amit akar, de olyan ciki, hogy ezt megint valaki tőlünk csinálta meg. Szerintem ez nem jó, ez nem menő, ez kellemetlen. Ha azt érzed, hogy most akkor, ha ennek híre megy a világban, egyelőre nagy híre akkor mit fognak gondolni róla? Hogy akkor azt mondják, hogy a magyarok... Annyira, nagyon semmit, csak ez tudod, ez a... Tehát ez a jaj, már nem tudok mit kitalálni, akkor felépítek egy ilyet, hogy megveszek egy fapados egyet, kimegyek a párizsi Louvre-ba, fölállok, és majd megcsokom a Mona Lisát, hogy aztán majd megnézik a videómat. Mert ugye Viktor le is nyilatkozta egyébként, azt tetszett, hogy őszintén elmondta, hogy ő ettől világhírt remél. Igen. Hogy megnézik a videóját majd, és akkor meg felfedezik. Meg korábban bejelentett, hogy ő ezt meg fogja csinálni, és akkor persze legyintettek azért. Pár nagy perc, meg fogja csinálni, jó van, feküdj vissza, vagy vedd be a bogyókat. De ez olyan, gyerekek, ez ciki. De ez a fiú, ez így él. Ez olyan ciki. Szerintem nekem nincs bajom a Viktorral, sőt, Cintiával én nagyon kedvelem őket, mert egy egyéni dolgot képviselnek itthon. Bár most már szerintem kezd átmenni magamutogatásba ez a dolog. De az elén csináltak, én nagyon kedveltem őket, Cintia diktátora. De ez annyira kellemetlen. Figyeld, ez kellemetlen. Most nevedd magadra, vagy akár magadra is veheted, de szerintem megint egy picit ilyen magyaros fanyalgás. Itt nem arról van szó, hogy ez valamiféle teljesítmény lenne, de szerintem csak egy geg, egy polgárpukasztó dolog, ami egyébként, hogyha bármelyik másik ország bármelyik másik állampolgár csinálna valami hasonlót, akkor mindenki azt mondja, hogy de vagány, hú de laza. Tehát azt mondta, hogy amerikai csinálja, akkor azt mondja, hogy ez menő. Érted, ott van például Jimmy Jam. Én vagyok az öreg. Állandóan, ha már megint hallottátok, már megint mit csinált a Jimmy Jam, már most meg beruhant egy izé Barcareára, most meg beruhant az Eurovíziós Dalfesztiválra, hú, milyen lazul, milyen magány. Semmi más nem akar az a csávó sem, csak azt elérni, hogy a világon mindenhol ismerjék a nevét. Ugyanazt csinálja gyakorlatilag, mint a Varga Viktor, és még énekelni sem tud. Mondják rólunk, hogy nem milyen lazák semmit. Vagyunk. Megnéztem, hányan látták a videót 300-an eddig. Abok, nem, már többen? 90 ezeren. Ja, akkor én még tegnap előtt láttam. Tehát most már 90 ezeren megnéztem. Jó, még ezt van a belehaloktól, de hát. Igen. Nem tudom, én aztán tényleg nem vagyok. Tehát, hogy itt sokszor szerintem sokkal konzervatívabb módon gondolkoztak bizonyos dolgokról, de én erre azt jelentem. Polgárpukasztásban nem. De ez szerintem ez prosztó. Tehát, hogy most egy múzeumban elmész. Ezzel a Miley Cyrus-tól belefér, hogy állandóan csinálja a botrányokat? Hogy, na, de az más. Hogy miért más? Egy múzeumban elmész, nem tudom, hát ez nem is elmész, érted, a Vatikánba, hát most akkor nem nyomsz meg egy hangkürtöt, miközben állsz és nézed a nem tudom. Hogy nem rossz. Viktornak megvan a következő. Elmész, azt megnézed, hát nem ugrasz föl egy színházba, zsebretett kézzel, és kezded el tök nyilvánvaló, figyelj, tök nyilvánvaló volt, hogy semmi. Alapvető emberi normák, én nem vagyok aztán ilyen nagyon prűd, de én szerintem ez prosztó. Hát igen, fura is egyébként, hogy pont te mondod ezt, hogy vannak szabályok, miközben általában te vagy az, aki leginkább küzdesz az ilyen szabályok ellen, hogy neked nem mondja meg senki, hogy mit csináljam a múzeumban. Ha ti ott meg akartok teríteni, és akartok magatokhoz venni egy kis izét, uzsonnát, a gyerekéhes. Na jó, a múzeumok éjszakáin én azért sokszor fogyasztottam fasírozott a zsemmét a műcsarokban. De ha a gyerek éhes, akkor a tecsóban megerti azt a kiflit, még fizetés előtt is. Igen. Egye meg! Na, tessék, erről beszél. Ott is az a szabály, hogy kifizeted és megeszed. A Mona Lisa előtt az a szabály, hogy megnézed. Azért vannak a múzeumban íratlan szabályok. Tehát az, hogy te nem kezded el összetaperolni, hogy érted, hogy nem törsz le a szoborból, hogy most érted, ott állsz a Mózes szobor előtt, Michelangelo nagy alkotás előtt róla, nem törsz be. Ez szimplán prosztó. Tehát nekem ez magamutogatás, ez nem szól másról, de jaj, már nem tudok mit kitalálni. Figyelj, de nagyon megmutatom, hogy én most akkor mennyire magamutogatok. Ha szimplán rongálásról lenne szó, vagy lett volna szó, vagy azt mondom, hogy elmegy a izé, ez a Keops piramis, ez belelős, hogy szeretlek Mari, vagy szerettelek Szintia, mondjuk akkor legyünk stílszerűek, akkor azt mondanám, hogy prosztóság, de így, hogy tudom, hogy egy ilyen golyóálló üveg takarta, hogy előtte volt ez a pulpitus, ez egész egy doboz volt, tök tét nélküli volt. Tehát nem volt benne semmi olyan dolog nem volt benne, amivel igazán kárt lehetett volna okozni. Pontosan az ilyen bolondok miatt burkolták be a Mona Lisát, pontosan tőlük vége.
védik meg ilyen formában. Ez szörnyű, hogy minden műalkotás már üveg mögé kell tenni, megvédeni. Hát ugye már volt magyar, aki azért híresítette magát, ugye Rómában, hogy kicsit beletört a Pietából. Azóta van üveg mögött egyébként, ugye a kalapácsocskával. De ő magyar származású volt, igen, magyar származású volt, de hát... Áltott érted, nézte a Pietát, és azt mondja, kicsit Ő haragudott, ugye, az alkotásra, jól igen, emlékszem. Mérges nem, volt. Igen, nem az volt. Igen, nem az igen. volt, hogy az akartam vinni egy darabját. 30 évig gondoltam, hogy egy naprosztó magyar tudott. Tehát, hogy itt se gondolnak rólunk tök jót. Nyilván nem arra gondolok, hogy most Varga Viktor kimegy, és majd állott a Mona Lisát, és azt gondolja, hogy mind gondolnak rólunk a magyarok, nem csinálom meg, mert ez nyilván naivság. Csak valahogy nekem ez egy ilyen nagyon magamutogató dolog, hogy megkérdezi Viktort, hogy miért csinálja. Az, amit az iszlám állam csinál például, hogy több ezer éves a városok maradványait elpusztítja. Na most azért nagyon az a prostóság. Na most azért ugrottunk. Na most azért nagyot ugrottunk, azért itt kimaradnak lépcsőfokok. Varga Viktor és az iszlám állam. nem tudom, szentélyrombolás között nyilván az aztán a totális persze. Az végtelő prostó dolog. Ez meg egy szimpla polgár pulkasztás. Számtalan ember csinálta már ezt. Tehát ez a rock bizniszben millió egy példát lehetne mondani, mert valaki azt mondja, hogy mennyire jó fej dolog az, hogy a Zoziék minden hotelben kidobták a, hogy hívják, a szállodaszoba ablakán. És a kanapét. Igen, a tévét, a kanapét, meg a minibárt. Van, aki meg azt mondja, hogy ez mekkora gyökérség, mert ha arra sétált nekem, volna valaki, és a fejre esik, akkor... Nekem értem. Az a bajom, mert egész az amerikai celebritási világ erről szól, a celebek. Tehát, hogy nem tudsz énekelni, hívj fel magadra a figyelmet. Valóságsóba tedd ki a feneked, legyen egy szex videód, és akkor majd mindenki rólad beszél. Hányan élnek így meg Amerikában egyébként milliómosként? Na, ugyanez a vonal. Ugyanez, akkor, nem? Tehát, hogy ha már az énekel nem tudok, akkor majd azzal, hogy most fölugrom. De feltétlenül ez sem igaz, mert érted, hogy itt a Slash-ék tudnak, meg tudtak is zenélni. És Axel is énekel, és mégis megcsinálták az aktuális botrányokat minden egyes koncertállomáson. Igen. Egyetlen egy jó dolog volt a hírban, amit olvastam, hogy áruhát vitt, és átöltözött a múzeumban, és úgy szökött ki. Tehát a teljes tébor. Hogy leugrott, akkor nem kapták el az őrök. Nem kapták el, vegyült, átöltözött, kiengedte aját, elvegyült, és kiment. Tehát, hogy a totális. A fölkészült. Totális őrület egyébként, igen, volt terv. Na, megkérdezzük mindjárt, mert hogy itt van maga Varga Viktor. Hello, Viktor, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, Balázsék, sziasztok, Magyarországok. Hello. Mikor történt ez a dolog pontosan? Hát ez pontosan egy hete. Egy hete? Aha. Aha. És azóta minden nap megnézed, hogy hányan látták a videót? Nem, minden nap, azért még egyre nem vagyok rajta, meg van dolgom bőven. Azt gondolom, de igen, az újabb terv. Azért nézegettem, mert kíváncsi vagyok, hogy mivé fog ez fajulni, ez a történet. Mi volt a cél, amikor kitaláltad? Már úgy értve, hogy polgárpukkasztás, A, B, ismertség megszerzése, világhír. Melyik a kettő közül? Ez a kettő, ez így pont egybe tartozik. Csak a polgárpukkasztást elneveztem borzolásnak. Hogy borzoljam az emberek kedélyét. Szeretem ezt űzni. Ez egy fajta játék. Tehát akkor egy szimpla provokáció a részedről a dolog. Gyakorlatilag igen. De miért nem vetköztél akkor legalább bestsellerre, és másztál úgy föl, vagy csináltál akkor valami még durvábban? Tehát ennek a mesztelenkedés az ugye egy állandó veletek járó dolog. Hát ott levetköztél volna szépen, fölállsz mesztelenül, négy kéz láb kicsit ott pucsítasz az üveg előtt, nem? Tehát ezt még lehetett volna fokozni, nem akartad? Ez már egy önmagában is szerintem durva. Mármint az a sztori, hogy egy ilyen lehetetlen küldetést végrehajt az ember, mert gyakorlatilag ez az. Már mi lehetetlen? Hát ott állsz egy méterre a Mona Lisától, mi a lehetetlen? Most holnap veszek egy jegyet ki, melyek ugyanezt megcsinálom. Mi a lehetetlen? Az, hogy ezt senki nem csinálta még meg. És persze fogod megcsinálni, csak a szád nagy. Nem, én szerintem ez szimplán prostóság, de hogy tökre megosztanak velük, megoszlanak a vélemények. Jani azt mondja, hogy ez tök jó. Én azért nem csinálom, mert nem fogadni. Vagyok bátor, nem tudom, ez valahogy én erre nem vágyom. Hallottam igazából. Egyébként, hogy ezt mondtad, hogy ez szimplán prostóság, de szerintem ez nem az. Onnan ez egy szürrealista cselekedet. Szürrealista cselekedet? A másik, hogy azt is hallottam, hogy mondod, hogy nincsen hangja a celebeknek, és akkor... Nem, azt az amerikaiakra mondtam, azt nem rád mondtam. Tudom, de hogy ez is inkább arra vonatkozik, hogy meg tudtam itt is mutatni ebbe a videóba azt, hogy én egy énekes vagyok. Mert hogyha végignézed, akkor látszik, hogy elénekelek egy dalt. Azt láttam, én beszéltem is erről, hogy először énekelsz, és utána jön maga a produkció. Igen. Ez egyfajta világszintű promóció az énekhangomnak. Csak ugye egy énekes... Azért te nagyon nagy tévedésben vagy. Tehát egy világhírű promóció a te hangodna? Tehát arra gondolsz, hogy ezt valaki megnézi, mikor Amerikában, és azt mondja, itt van ez a gyerek, aki felmászott a Mona Lisára, de jól énekel,
adjunk neki szerződést? Tehát ilyen messzire mentél ezzel a cselekedettel? Vagy ez volt a cél? Semmit nem tudhatunk előre, hogy mi történik. Van egy történet, a Salvador Dalinak a története. Na. Uh-huh. Ami azt mondja, hogy pont Párizsban játszódik. A Dali, amikor még nem volt ismert, beugrott egy kirakatba, az egyik leghíresebb galériának a kirakatába, kitört az ablakot a testével, és hát akkor ugye még nem volt ilyen videókamera rendszerek, meg minden, ahogy nekem a kezembe ott tudott lenni. És ő megvárta, amíg elviszik a rendőrök, és nyilván ebből egy botrány lett, hogy miért csinál valaki ilyet, és kíváncsiak lettek rá az emberek, hogy ez miért történt. Marketing célok volt. De hívott már a CNN, vagy volt bármi olyan, ami most azt mondja, hogy megérte ez a dolog? Mert egyébként önmagában nyilván nem csináltál semmi rosszat, meg nem ártottál senkinek, kicsit a hírnemünknek, de hogy hívott már a CNN, hogy akkor interjút csináljon veled, vagy lett valami következménye, hogy ez a dolog megérte, semmi? Ez egyenre még csak így országon belül terjedt el, de szerintem még benne van a paksiba, hogy megtörténik ez is, hiszen ez ilyet még senki nem csinált a világon. Igen, mondjuk én egy picit az üzenetet hiányolom a dologból, tehát amikor azt mondod, hogy ez egy szürreális cselekmény volt, az persze igaz, de azért a szürrealistáknak volt valami üzenetük is, neked meg csak az üzenetet, hogy itt van egy srác, akit még nem ismernek, pedig milyen jó hangja van. Igen, de akkor figyeljetek, a következő irány Milánó, ott van Leonardónak az utolsó vacsorája, fújd össze. Nem? Hát akkor kezdjük el, és írjál föl, hogy megjelent az új CD-m angolul, vagy valami. Tehát azért ezeket még lehet fokozni egy csók a Mona Lisa-ra, utána az utolsó vacsora megrongálással. Nem? Tehát ezeket nem gondolkozol? Egyáltalán nem akarok megrongálni semmit, és itt sem történt semmi felrongálás. Egyébként tényleg nem. Ez szerintem igen, ez érdemes megjegyezni, hogy ha a kép csak úgy önmagában lett volna ott, akkor valószínűleg nem értem volna hozzá, mert miért fertőzzem meg azt a képet a baktériumaimmal, vagy bármi kárt tennék benne a nyálammal. Nem nyalogatom le Leonardónak, hogy kezével tesszékét, hanem ez egy üveglap, amit fognak, és a takarító néni szépen letörni róla a nyálfoltot. És utána átöltöztél, azt olvasom, utána átöltöztél, és kimentél, vagy kiszöktél a múzeumból. De hogy elengedtek? Mert láttam, hogy te leugrasz, ott kettő felháborodott, ugye, hát erős temperamentum nő próbált téged megállítani, de utána elengedtek, és akkor ott kiszöktél a bejárati ajtón, vagy hogy jutottál ki? Gyakorlatilag teljesen lefagyott a közönség, és a biztonsági őrök is nem tudták, hogy mit kezdjenek. Ott álltak a TB rádiókkal a kezükbe, és ők így álltak. És annyi idő alatt én pont ki tudtam sétálni abból a teremből, de közben már egy másik teremből jöttek másik két egyén, akik gondolom, hogy értem jöttek volna, de ez alatt én ott az emberek között kommandózva levettem a kabátot, beengedtem a haja be, a sapkát, és mire kibukkantam, addigra már egy egészen másik személyiséggel sétáltam tovább, tök lassan, és nézegettem a képeket. És én még egy negyed órát voltam bent a múzeumban, mert nem találtam a kijáratot. Nem kicsi. És láttad a tanástalanságot az emberek arca, hogy kerestek téged, vagy azt mondták, hogy jó van-e? Nem, egy valaki rámutató, és azt mondta, nézd, az ott a Kálai Sanders, add rá! És igen, és utána elindultál megrongálni a Napóleon sírját, tudod? Nem rongálok, Balázs! Igen, jó, persze, nem rongálsz. Elindultál ördögszekérbe elgurulni Napóleon sírjáig, és ott igen, cigány kerekezi rajta, és lemenni hídba. A kommenteket olvasgattad? A kommenteket olvasgattad? Mert azért elég sokan hiányoltak valamit az akcióval, egészen konkrétan azt, hogy nem vertek, vagy kudostak ott össze. Még a Louvre-ban a biztonsági öröknál nagyon sokan megagyalnának most téged emiatt a kis akció miatt. Igen, gondoltam, hogy ez lesz egyébként, ez egy megosztó cselekedet, úgyhogy erre számítottam, hogy az emberek fele nem fog szeretni, a másik fele még jobban fog tenni. Rákendolnak fogja tartani. Mi a következő terv? Következő terv, valami nagyon botrányos videóklipet fog forgatni, kész lesz az új dalom, az a címe, hogy a nagy vadász. Nagy vadász, kis promóció. Tudok egy-két rendezőt tanácsolni, hogyha esetleg botrányos videoklipot akarsz rendezni. Kire gondolsz? Hát, van egy-két botrányos videoklip. A palettát. Hát nehéz lesz. De én ilyen jellegűre gondoltam, értem, ez most jó volt betolni, hogy új lemez van, meg új dal, de hogy ilyesmire gondoltam, mint amit most cselekedtél. Aha.
Olyan nincs? Azt meg még nem tudom, mert meg majd jön. Ezek az utolsó pillanatokban érkeznek az agyamba, csak így kavarog a sok hülyeség, meg sokféle művészet a fejembe, és aztán egyszer csak kialakul valami. Reméljük azért ennek a nagy része ott marad. Nem biztos. Nyilván hűlök csak. Mindent kirakok. Egy futszál meccsen mondjuk oda-vissza Bőrözbe Szijjártó Péter. Na? Véget van öt. Azonnal véget van. Na jól van, Viktor, hát meg kíváncsiak voltunk, hogy mit mondasz. De egyébként, amit ti itthon csináltok, régen a Cynthiával, most már tudom, hogy külön vagytok, én azt kedveltem. Nekem ez volt az, amire azt mondtam, hogy ez nekem kevésbé szellemes, sokkal inkább magamutogatás. Amit itthon képviseltek, én azon tudok nevetni meg, az nekem egy egyéni színfol. Csak vigyázni kell, hogy azért ne kiszel tündés egy el, mert az viszont meg már kellemetlen. Egy idő után. Kiszeltünk, de ilyeneket nem csinál. Az biztos, ez biztos. Meg minket a jó Isten, hogy kiszeltünk, de külföldre szabaduljon egy kulturális körútra, mert akkor ott végül. Ott aztán újra ártanak a magyaroknak. Viktor, köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra. Ciao. Hello. Gyerekek, lehet, hogy én öregszem, nem tudom. Most hallgattalak téged, hasonló, mint Jimmy Jump. Lehet, azon gondolkoztam, hogy én öregszem. Hát csak a mai napodat összeszedjük, tegnap egész délután aludtál. Ma kiborulok Varga Viktoron, szerintem ez a vég. Azt mondtam volna, hogy ez a rock'n'roll, gyerekek, tessék felpattanni és megcsokolni Mona Lisát. Na most hány rock'n'roll számít, hogy Rockstar-nak a biográfiáját elolvastuk már, és mindegyikben vannak ilyen sztorik. Mindegyikben, kivétel nélkül. És akkor az menő, az vagány, ez a srác meg nem, csak azért, mert nem szeretem a dalait. Nem, nincs bajom a dalaival. A kék, az ég, zöld, a fű, az egy egészen jó dal, jó a szöveg. Az övé? Remélem nem nyúltam mellé. De az övé egyébként, az egy jó dal. Na jól van, Oven bácsira, Veronénére lehet jelentkezni. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor írjon nyugodtan SMS, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:48 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Rétságon a vasútnál van egy trafink, ez Csé küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pécsen a 6-os út hullámfürdő előtti szakaszán félpályás útlezárás van felújítás miatt. Alakul a torlódás, aki teheti, kerüljön. Ez is SMS-be jött. Sebességmérés Fejér Asztrából a Cseperi gyorsforgalmi úton a belváros irányában. Szép napot mindenkinek, valamint a Nagykörösi úton befelé. Karambol van a Nagybani után, és alakul a dugó, ott vannak már a rendőrök is. Úgyhogy ott is menjetek lassabban, valamint van egy trafi a Csepeli szabad kikötő úton kifelé, ezt Radó üzente nekünk. Megint tele vagyunk trafival. Rengeteg van. Rengeteg trafi van. Speed maraton van. Így van. M1-es 51-es kilométerénél elfogták a menekülteket. Na ugye, akkor valójában menekültek. Hogy mi van, hova mennek? Menekültek voltak, igen, sietős léptekkel haladtak egy bizonyos irányba, nagyon sokszor néztek maguk mögé, batyú volt a fejükön, tyúkok a hónuk alatt, és az egyik ők két disznót terelgetett. Ebből tudjuk, hogy menekültek. És most már el is fogták őket, lehet, hogy rendőrök hallgattak minket, kimentek és begyűjtötték. Vagy össze voltak bilincselve, és ilyen kockás ruhában voltak. És nagyon egyszerre léptek. Igen, nagyon egyszerre léptek. Na játszunk, itt van a játékosunk, Oben bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Oben bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Hello! Szia! Gyula. Többen vagyunk itt, kérem szépen. Gyula, igen, és itt van két gyermekem is, akik... Borzasztó izgulnak, hogy itt vannak az adásban. Igen. Sziasztok! Hello! Hogy hívják a gyerekeket? Engem Lótinak hívnak. Engem meg Giginek! Lóti és Gigi? Lóci. Lóci. Lóci, Lőrinc és Georgina. Georgina. Nagyon jó. És tényleg hallom, hogy marhára izgulnak. Igen. Viszed őket iskolába éppen? Éppen iskolába tartunk, de a maximális biztonságra törekedve megálltunk, és így hallgatunk benneteket most. Olyan hangod van, mint Reisz Andrásnak. Most hirtelen jutott az eszembe, vagy lehet, hogy már nagyon vágyom rá. Nem. Pedig nem. De kicsit egyébként tényleg hasonlít. Jó, a gyerekek szoktak sorozatot nézni, mert hogy Óvenbácsi Beru néni már sorozatokat is néz, nem csak gyerekeket hallgat. Szoktak, igen. Ja, de látom már itt a monitoromon, hogy ez nagyon, nagyon könnyű lesz, úgyhogy rövid lesz a részlet, jó? Mutatjuk, okay. Mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Kiterünk! Hát, hol nézik ezt a sorozatot? Valami közterületen? Valami, mint egy pályaudvar lenne. Valami ilyen piaccsarnokon, vagy piaccsarnokban van. Lehel csarnok. Igen. Na, ez nagyon könnyű lesz, mert nagyon emblematikus a zenéje, megismeritek. Egyben rövid lesz a részlet, jó? Figyeljetek! Oké. Okay. Ha 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 ha!
ha valóban emblematikus volt, mert nem tudjuk. Na, várjatok, ha meghallgatod még egyszer, akkor be fog ugrani, ha lehet ennél is rövidebbet. Jó? Mert még így is túl lesz. Figyeljetek! Hát de ez, ugye, már rá kell vágni. Tehát ez nem szólt másról. Tudjátok? A zene tette igazán félelmetesé ezt a dolgot. Aha, szerintem. Tehát összetojtad magad. Meghallottad a már. A gyerekek biztos, hogy nem látták. A gyerekek szerintem. Nem látták, igen. Ez a Twin Peaks? Nem szabad rákérdezni. Nem szabad rákérdezni. A Twin Peaks nem ilyen volt. Nem. Figyelj, hallgass meg még egyszer. Figyelj, rövid lesz. Imádtam. Vegyük ki belőle a bögrét? Légy szíves, tegyétek félre a bögrét, köszönjük. Nagyon híres egyébként. Annyira fogod nagyon híres, figyelj, magad. Figyelj, egy kicsit hosszabb lesz a részlet, nem sokkal, figyelj. Hát, nehogy már ez nincs meg, hát ez nagyon könnyű. Megadjuk szerintem maga, hát gondok, törjük a fejünket. Na hallgass meg még egyszer, figyelj. Még egyszer vagyatok már, de aztán figyelj. Meglátjuk. Nos, lehúztuk az alázenét is, figyelj, hallgass meg. Jó. Félelmetes film. A félelmetes nagybőgő. Igen. Nagy. Vegyünk ki még valamit? Nagyon nagy mozi volt. Nagyon nagy mozi volt. Nagyon. Igen, mozi. Nagyon. Kivettük a sapkát és a sálat, még lesz nyakbalkasztó a gyerekeknek. Várj, sorozat vagy mozi? Ez sorozat, főcímzenéket kell eltalálni, sorozatok, főcímzenét, nagy filmek, főcím dalai, tehát, hogy minden, ami zené, vagy mozival, sorozatokkal, filmekkel kapcsolatos. Így egészen pontos a dolog. Hát, hogyha tudtok nekünk még valamit mutatni. Hogyne. Mutassátok, mert egyelőre megadtuk magunkat. Figyeljetek. Írtam rajta annak idén. Nincs meg! Van! Nincs! Ne csináljatok már! Már. Ne! És hát, itt már láttad az uszonyt. Hát frakka macskakrém. Itt már tudtad, hogy hamarosan, aki a vízben van, annak biztos, hogy vége. Ha most már annyi időt elmondtuk róla, hogy... A sikoly! Már! Aki a vízben van, vége? Vízből jött! Támadott és megevett mindenkit. Iti. Cápa! A cápa! Hát ezt nézte Uben bácsi, Berón, én cápa volt, persze. Óriási és, film volt. És az a röhely, hogy most néztem meg, mit tudom én hány hete a mind a kettőt. Nem tudom, hogy kettő volt összesen, de az egyiket is, meg a másiket. Hát, igen, én azt mondom, hogy sorozat az félre zavart, vagy félre vezetett téged egy kicsit, mert azt mondom, hogy Uwe bácsiék sorozatokat néznek, de akkor ezt... Teljesen jogos, mert ami egynél több, az már sorozat. Hát, ebben a formában ez nem klasszik sorozat. Jó, akkor ezt helyre tesszük úgy... A nők a pult mögöttbe gondolkodtunk. Egyébként jogos, helyre tesszük akkor ezt úgy, hogy a játék azzal bővült, hogy sorozatok és nagy filmek, nagy filmklasszikusok, nagy sorozatok, tehát minden, ami a mozival és a filmekkel és a sorozatokkal kapcsolatos. De ez mozifilm sorozat volt, mert hogy nagyon sok későbbi epizód is született. Jó, megpróbáltam. Balázs, adekvált a meghatározás, így tökéletes lett. Jó, egy nyakbalkasztót akkor küldünk a gyerekeknek, jó? Egyet. Oh, jó, azért nem kell megsértődni. Jó, hát értem, hogy durci vagy, meg egy kicsit talán rosszul is mondtam. Nem fogalmazom egészen pontosan. Jó, nem tudunk már visszahívni Gyula, de akkor legyen az, hogy két nyakbalkasztót elküldünk a két gyereknek. Jó? Ezért helyre tesszük ez a sorozat, film. Leszek én a Gyula, mondjad még egyszer. Jó, Gyula, akkor kaptok két nyakbalkasztót. De rendes vagy, Balázs, köszönjük szépen. Jaj, de jó. Én a srácok is örülnek, hallod? Locikám, jó. Locikám, kapsz még egy vatta cukrot is. Jó? Mert akkor tényleg lehet, hogy ezzel, hogy bennem az volt, hogy sorozatok, filmek, nagy mozik, de akkor bővítjük ezzel, hogy filmklasszikusok, sorozatok. Elszabadkozz. Nem volt. Kicsit néha muszáj. Hallod? Nem volt. Kicsit néha muszáj, kaptok két nyakbalkasztót. Ja, annyira emblematikus ez a téma, ez a zene, hogy az olyan hihetetlen. Jó, csak tényleg lehet, hogy a sorozatban gondolkodott, hiszen azt mondom, hogy Uwe bácsik sorozatot is néznek. De akkor nagy mozikat, filmeket és sorozatokat néznek. Jó, két nyakbalkasztót küldünk Lóciéknak. 4 perc, pontosan 8 óra. Hány rész volt ebből a cápából? Hú, sok, rengeteg. 4 minimum. Igen? Igen, és aztán az elejét a Spielberg csinálta. Is vállalta, Ron Schneider. Roy Schneider. És aztán az első kettőben, vagy háromban volt, aztán az összes mondta, hogy ez már gagyi.
komplet 6 milliárd emberrel utáltatták meg ezt az állatot. Igen, szerencsétlen. De tényleg, tehát hogy kevésbé veszélyes, egyáltalán nem annyira veszélyes, mint amennyire utána. Több Oscart is nyert egyébként a film. Gyerekként összetojtad magad. Nagyon, rajta, nagyon, és Roy Schneider is nagyon jó. A fürdőkádban nem mertél belépni, ezután nem, hogy a tengerben. Nem, az a Windsor miatt volt. A dolliros lágerben. Igen. Azt írva, aki három gyerek volt. Három gyerek volt, nem kettő? Kettőt mondott. Lóci és Georgina. Igen, két gyerek volt, akkor kapnak két nyakbalkasztót. Na, három perc, pontosan 8 óra, Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket. Ákos tődő. Várunk friss közlekedési híreket, és aztán jövünk a hírek után. Jövünk ám, de nem ezzel, mert hogy ez már volt. Jövünk. Menjünk előbb. De most előbb elmegyünk, aztán jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk egy pici szabálymódosítás után az Óven bácsi Beru nénit, ami illeti ugye tulajdonképpen, de beszéltünk a mi hallgatónkkal, játékosunkkal, Gyulával, és kiengeszteljük őt, hogy volt egy kis utolagos szabálymódosítás, illetve szabályértelmezés egészen pontosan, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Gyula kap egy egész ajándékcsomagot, mert hogy közben, illetve pontosabban a játék után mondtuk el egészen részletesen a szabályokat, és írja valaki jogosan egyébként, hogyha az a játék kérdés, hogy mondd azt a süteményt, ami krumpliból és tésztából készül, ne várjuk, hogy a játékos nem vágja rá majd, hogy krumplis tészta, mert mi süteményt mondtunk. Igaz, egyértelmű a dolog, mi ugye sorozatokat kértünk, de közben nagy mozik, nagy filmek, emblematikus filmzenéjére vadászik majd Óven bácsi Berunén és a játékos, úgyhogy ez megzavart a Gyulát, mi pedig azt mondtuk, hogy jó, gyerekekről is szó van, Gyuláról is szó volt. Így van. Félreértelmezett szabályokról is, illetve rosszul elmondott szabályokról is, Gyula kapjon egy ajándékcsomagot. Úgyhogy így döntöttünk. A hallgatónak mindig, majdnem mindig igaza van. Igen, nekünk ez a hitvallásunk is, ez tényleg így van, hogy a hallgatónak majdnem mindig igaza van. Nagyon. Így van. Kevés az az eset, amikor nem, most sincs, de megadtuk. Így van. És nem, a színész Roy Schneider sem Schneider, hanem Schneider, Schneider. N nélkül ír egy hallgató, név nélkül. Így van, ebben is igazatok van, mindenben igazatok van, megem. Na, így van, és bocs. Búlsz. És bocs. Öreg vagy, tényleg. És nem, hát de kell ismerni, hát egy nagy műsorvezető, és hát... Ki másról beszélni, mint nyilván tudjuk, hogy erre van szó. Ugyanúgy tudni kell a hibákat, vagy a rosszul elmondott játékszabályokat felismerni, értelmezni, és bocsánatot kérni. Hát ez a nagysággal együtt jár, hogy hibázunk. Tessék? Tata! Mit csinált ez a Király Viktor? Büntessék meg, büdeskölök! Ugye? Persze, nem is Király Viktor. Az igazi Tata. Mit csinált ez a Király Viktor? Nem mindegy, senki járni. Felugrál a Mona Lisa-ra. Hát milyen világ ez? Viszi a hírünket? Méta utca, Nagykörösi utca, sarkán van egy hármas baleset, alakul a dugó, mindenki vigyázzon. Mondjuk, aztán... amikor bevittük mi is a lányokat a tiszti kaszinóba, azért ott is. Lassan ilyen sztorik a jövő gíre. Már nincs torlódás, az M3-ason Safranon küldte nekünk, Füredi út az Őrsvezér tér felé beállt, az egész egy nagy ás, igen, roller. Brown küldte nekünk. Dósa Váci utca kereszteződésében középen két autó egymásba ment, Tigris üzente nekünk, vigyázzon mindenki. Papa Maci is elküldte nekünk ezt az SMS-t, valamint baleset a nullás bevezetőn Győr felől egy bolgár autó és kamion ütközött, úgyhogy ott is elég nagy baleset, ami valaki kopogott? Vagy ez megint csak a fejemben volt? Hallottam egy ez. Én nem voltam semmit, ezt csak te nem volt? Te volt tényleg? Ja jó. Igen. És azt hiszem megint a fejem, megint jönnek a hangok. Jó, tudod, hogy megértem, hogy megint a hangok? Egy pillanatra is itt ültetek nyugodtan, és hallottam egy kopogást, mondom, ne, megint vissza. De... Úristen, megint itt vagy. Megint itt vagy. De azt se nyugtasson meg, hogy most nem voltak hangok, mert hogy most már félsz a hangoktól, amik nincsenek. az a legdurvább. Na gyerekek, miután mielőtt belevágnánk a 8 órás témákba, azért mondja meg valaki, hogy mit csinál most ebben a pillanatban Danny Blue és David Merlin. Az egy dolog, hogy ők mit csinálnak. Ők most együtt vannak. De egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni, amit eddig nem tettetek föl, de én nagyon hát, komolyan... Tudod, hogy mi a... föl. Mi is föl akartuk, de nem mertük. Balázs, a jelentéktelen kérdések a mi szakterületünk, a fontos kérdéseket te szoktad mindig feltenni. Hallgattam Ákos híreit, és hát itt azért megkínálunk egy pillanatra. Ugyanis elmondta Ákos, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 20 gyógynövényes sampont ellenőrzött, eddig azt mondta, hogy hurrá, vigyáznak ránk, már a gyógynövényes samponokat is ellenőrzik. Kettő megbukott a teszten, még ez is rendben van, talán azt gondolod, nem volt benne gyógynövény, nem elég gyógynövény, nem abban a százalékban. De mindkettőben enterobaktériumot mutattak ki. Az baj? Mi, akik nem értünk hozzá az enterobaktérium szónál összerezzenjünk? Hát
Hát rezzenje össze, mert ez azt jelenti, hogy fekáliás szennyeződés van a gyógynövényes szamponban. Na most én azért veszek gyógynövényes szampon, nem tudom ti, hogy vagytok azzal, hogy ne legyen korpás az ember haja, hogy visszanőjön, de nem akarok szarral hajat mosni. Nem? Ezt meg tudnád oldani ott. Hogy ez hogy jön ide ebbe a gyógynövényes szamponba, hogy emberi fekália vagy fekáliás szennyeződés van a gyógynövényes szamponban ráadásul. Érted? Tehát nem veszed meg a kőolaj származékokkal ellátott sima szampont, hanem gyógynövényes szampont veszel, vagy gyógynövényes szampont. Vagy miért nem írják rá? Vagy miért nem írják rá, hogy kula? Aha. Így van, így van. Rágyázták a gyógynövényt. Óne korpa, óne kaka. Legalább kaka legyen már. Mentes jövezet. De a megengedett értéknél több volt benne? Na, ez meg a másik, hogy a megengedett értéknél nagyobb százalékban találtak benne fekáliás szennyeződése utaló jelen. Most ha mondjuk nekem van egy nyílt sebem. És ez befekáliázott. De most ha kérdezem is, abba belemegy egyébként ez a baktérium, és én ártatlanul áztatom magam az zuhany alatt gyógynövényes samponnal, hogy szép legyen a hajam. Mert csúnyán megégetted magad a hajsütővasaddal. Na például, odaégettem magam az új hajsütővasammal. És van a pörkre rámegy a kaka. és oda megy ez a baktérium. Hát mi a fenét keres? Rágyázták a gyógynövényt. Hát valószínűleg igen. Bizony. Aha, és akkor abban a és baci megmaradt. És fekália szennyeződés csak úgy egyértelműen ott van benne egy gyógynövényes szampon. Hát most hogy tudod belőle kivenni, érted? Learatod a kamilla ne mezőt. Legyen már, hát a fene vigye, hát legalább a gyógynövényes szamponban ne legyen már, nem? Na jó, de hát hogyha az a kamilla mondjuk olyan földről származik, amit mondjuk... Benne van a virágban. Na tessék. Ennyi. Felszívódott. Tehát kaka kivonás olyan nincs. Hát most. Na jó, de gyerekek, most olvastam múltkor a paprikáról, hogy eszi a gyerek a paprikát, és ott is valami brutális mennyiségű ugye vegyszert találtak, ami méreng. Aha. Nem tudod lemosni, felszereted el a gyereknek, azt mondta egyet, és kivonták a forgalomban, megbüntették a forgalmazót, óriási balhé volt, egy-két héttel ezelőtti hír. Na de hogy most már egy gyógynövényes sampon, de várjál, ami neked méreg, az a paprikának ambrózia. Érted? Ez pedig a trágya. Na most tényleg én nem értek hozzá, nem vagyok doki, de mondjuk van egy nyílt seb a fejemen, és én megmosom ezzel a gyógynövényes samponnal, vagy a kezemen. Vagy a szemembe dörgölöd. Vagy a szemembe dörgölöm, igen. Akkor mi van? Hát, kellemetlen. És azt írja, hogy mindkettőben... De most szép is legyen, meg jó illatú is. Mindkettőben enterobakteriumot, illetve más súlyos betegséget okozó szennyeződést találtak. Hát mi van itt? Elfertőződsz hajmosás közben? Simán lehet. De mi a betegség, amit elkapsz? Hát, abból sok minden lehet, ha például. Tehát bemegy a fejbőrön, hogy bekerül a szádba. Mondjuk én arra figyelek, hogy a sampon ne kerüljön a szádba, bár kókuszosat használok, ugye én kókuszmániás vagyok mindenből. Samponból, hajkondicionálóból, még olyat is használok. Az neked nagyon kell. Az neked a hajkondicionáló, az egyébként az neked, ha valakinek a hajkondicionálása, az neked az nagyon fontos. Nem áll sok főből a csapat, ahogy látjátok. Mi bereménykedünk. De olyan kondival rendelkezik minden egyes nyomorult hajhagymán, mind az öt. Mind az öt darab, mi visszajön, vagy mi bereménykedünk. Megszokjátok? Nem érdekel. Na, kicsit kókuszos. Ah, picit igen. És akkor ez lesz a szlogen ide, hogy nincs többi korpa, csak gyönyörű. Hát ez az új szlogen. Na mindegy. De azért kopilúvak sampont se vegyél. Érted, mert azt meg a cibet macska kakálta ki. Igen. Jó, viszont volt egy kezdeményezésünk, és erről is beszéljünk, ugye a rendőrség speed maraton tart, és erről beszéltünk, hogy speed marathon, ugye, így hirdette meg a rendőrség ezt az akciót, és hallgatók, közlekedők, a rendőrséget szeretők vagy nem szeretők írhattak e-mailt a rendőrségnek, hogy hova helyezzenek ki Trafipaxot. Uh-huh. És nekünk volt egy kezdeményezésünk, ami azt a célt szolgálta, hogy megnézzük, a rendőrség valóban veszi-e a lapot, jó arcok-e, van-e még valamiféle minimális humorérzéke az ORFK-nak, BRFK-nak, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak ugye a police.hu-ra e-mailt, méghozzá úgy, hogy javasolják, hogy a Teve utcánál, a BRFK székházánál, a rendőrpalotta a környékére valahova tegyenek ki sebességmérő eszközt. Teve gömb sarok. És megtaláltuk a Teve gömb sarkát, ugye? Ahol 10 km per órával lehet egyébként menni. Hát ráadásul ez egy jobbos kereszteződés, tehát mindenféleképpen lelassítasz, úgyhogy ez a hely az az országban, ahova abszolút indokolatlan kitenni a trafit, mert ott a Teve utcai rendőrpalota, tehát már nem mész gyorsan, nem mersz. Ráadásul... Kevésbé indokolt fogalmazni. Jó, kevésbé indokolt. Tehát most vagy az van, egyébként az érdekes, amit mondta, hogy van-e humorérzéke a rendőrségnek. Igen, hát ez nyilván. Lehet, hogy azért tették be, hogy van, de lehet, hogy ők tényleg azért tették be, mert jött 5000 e-mail, és azt mondták, a nép ide akarja. A nép le akarja tetetni. És akkor tegyük oda. Nem tudjuk, hogy miért, minden esetre tegnap ugye nézegetem a helyszíneket, lehozták ugye, hogy hova tesznek majd ki.
sebességmérő eszközt a lakossági e-mailek itinerek alapján, és a 25-ös számmal Budapest, 13. kerület, Teve utca, Gömb utca, sarka, yes. 6 órától fél hétig. Nem egy túl nagy időintervallum. Egyébként mindenhol ilyen 2-2,5 órákat mérnek egyébként. Nyilván hát érezték, hogy nem lesz 6 év, vagy itt másfél, máshol 2-2,5, itt egy másfél órácska. De kirakta a rendőrség a Teve utca, Gömb utca sarkára a mérőeszközt. Így van. Gyerekek, hát ez itt nagyon jó ez dolog. Nagyon jó. Ez nagyon, nagyon szimpatikus. Hogy most ez... az e-mailek hatására, vagy azért, mert azt neki jó, gyerekek, hallottuk a Morning Show-t, vagy a 2-1-öt nem tudjuk, de ott van a Gömb utcánál, vagy ott lesz holnap. Csak másfél órácskát is, de. Jó fejek. És ugye Anna berongyolt, hogy ő kikéri magának, emlékeztek a beszélgetésre. Ma reggel nagyon berongyolt. Nem ma reggel, akkor reggel is be volt rongyolva, de bejött a stúdióba, és mondta, hogy a Népfürdő utcába is szeretne, mert ő ott lakik. Reggel 3:30-tól 6-ig Népfürdő. Az már derekas. Népfürdő, és... 2,5 óra. Így van, ott egy hosszas távú, és ott egy nagy, hosszú, egyenes szakasz van, ott lehet gyorsan menni, ráadásul járnak arra olyan emberek, akik... Gyerekek, a konkurencia műsorra, de azért tettük a Népfürdő utcára, illetve kértük hallgatóinkat, hogy írják meg a Népfürdő utcát is, hogy a konkurencia műsorvezető, ott mennek be reggel. Hogy egy kicsit dolgozzuk meg őket, hát gyorsan mennek. Mikor tette ki az ORFK vagy a BRFK? Amikor arra jár a bálna. 3:30-tól 6 óráig. Bizony. Tehát szerintem itt már egyértelmű, hogy vették a lapot. Kirakták a konkurencia rádióállomása elé, a Népfürdő utca 20-as szám elé, 3:30-tól 6 óráig a műszert. Nagyon jó. Hát ha a fiúk egy kicsit megcsúsznak, hát ha egy kicsit késésben vannak, nyomnak egy kövéret, és azonnal lemezelik őket. De itt 3:30-6-ig vannak basszus, a Népfürdő utcánál. Itt el is fogyott a humorérzék, mert én az utcátokba is rakadtam egyet. De... hogy rohadnál meg szépen finom a halkan, és nincsen. Tettél egyet, mint földút alakom. Mármint nem a földúton, de hogy nincs betűnő. Jó, de az végig virágföld. ki van szóra minden reggel a rózsa, igen. Na, de a gyerekek, jó fej az ORFK, dicsérjük meg őket. Tényleg róluk azért sokszor mondják, hogy mindig ilyen hivatalosak, meg vashumorérzékük, meg vaskalaposak, meg nem is nagyon nyilatkoznak. Nehezen lehet tőlük nyilatkozót találni, mindenkitől fél egy kicsit, senki nem mer nyilatkozni. Legalábbis az utóbbi hónapokban mindig azt kaptuk, hogy köszönjük szépen, a rendőrség nem él most. Nem érünk rá, mert fegyver karbantartáson vagy. Ezt nem kaptuk, de hogy nem éltek a nyilatkozási lehetőségükkel, viszont oda tették a Gömb utcához. Na, úgyhogy ez jó. Rendesek, tényleg. Igen. És minket hallgatnak. És ezt is köszönjük. Figyelj, több száz hallgatónk jelzett aznap, hogy megírta az e-mailt. Tehát valószínű 3 bejött az Istehegyi útra, 2 bejött az Andor utcáról, 3 a Fehér utca, 9-11-ről, tudod, és bejött 600 e-mail a Teve utca, Gömb utca sarok. Mi történik a Gömb utca sarkán? De várja, én nem pont rálátok, fiam, semmi. Hát tök nyugi van, de akkor rakjunk ki oda egy sebesség. Ha azt akarják, ahol állampolgárok. Egy sebességmérő eszköz. Nagyon jó, jó fejek, köszönjük szépen. Jó, holnap azért csekkoljuk le, hogy valóban ott van-e. Nehogy aztán itt kiderüljön, hogy csak így oda beírták, és aztán majd nem teszik ki. Hánytól van? 6-tól 7:30-ig. Ennyi, akkor a 6-ra? Ott lakom, nem messze. Hát ja, nem tud lefotózni, mikor jössz. Hát igen. Akkor még nincsenek hallod? Kint. Menj ki 3 kapucsinóval. Mit jó fejeskedsz ennyire? De tényleg? Vigyünk nekik kávét. Vigyünk egy kávét. Vigyünk egy kávét. 3 kávét. Hányan vannak egy ilyen kapucsinót, 2 szimplát cukor nélkül az legyen. És 3 gyógynövényes fokrémet. Így van. És sampont. mondnak, hogy vezetél egyszer egy patikának műsort, ez megmaradt. És megvan, még 10 éve volt, de jó lesz. Ez a repi ajándék. Igen, meg vigyük el azokat az ajándékokat, amiket a kasznati mit hagyott tegnap. Nem, tényleg, 3 kávét dobjunk meg. Azt. Ütik, vágják őket állandóan. 3 kávét. Hova vigyük, a Népfürdő utcára vagy a Gömb utcához? A Gömbhöz. Hát ha én viszem, akkor én a Gömbhöz viszem, mert az ott van a szomszédban. Jó. Ha a Népfürdő, akkor vigye az Anna. Jó. Jó. Én viszem a Népfürdőbe, jó reggelt. Nagyon sziasztok. Jó. Viszem a Népfürdőbe. Elviszel nekik 3 kávét? Ott van velem, jó. Szembe, pont ott fognak. Én tudom, hogy hol van a 20-as szám, tehát... Hát ez nagyon bonyolult, fölnézni a táblára, és megnézni, hogy hol van. Én is tudom, hogy hol van a Király utca 18, megnézem 26, akkor még lesétálok a 18. Arab számmal van jelen? Miért? A tiétek ki van írva. 21 a miénk, az a páratlan oldal. De hol ki van írva? A 21, igen. Hát akkor szembe, valahol. Pontosan, a fel és a lehajtó, ja. Az Árpád hídnak a fel és a lehajtója a 20-as szám hivatalosan. Ott fog állni. Igen. Egy felhajtónak van házszáma. Nagyon hát igen, jó. igen, a kettő között. Elektromos pálya van, ha a Dráva utca fele megyünk, és a nagy épület, a torony van, igen. A következő. És a között fognak állni, a fel és a lehajtónál. Mindketten visztek akkor? Én viszek nekik. Na.
Jó, de rakj az ikreket is. Dobd be magad. Természetesen, bár még nagyon hideg van mit viszel, reggel. Mit viszel nekik? Kávét. Kávét, kávét jó. Kávét, megérdemlik egyébként. Kávét. Jó. Meg egy kis hájas sütemény. Azt nekünk hozzá. Magam csináltam. Sokan fognak körülni, tudod, hogy ezt így elintéztem ott azon a részen, mert nagyon nagy kasza lesz. Nagyon, nagy kasza lesz. Holnap nagyon fognak téged emlegetni. Igen. Jó, gyerekek, hát vigyázzon a konkurencia, és ez a mi kis ajándékú nekik, nem? Ez igazán nagy lehetőség. Letettünk nekik holnap reggel egy trafipaxot, hogy azért vigyázzanak. Lacsolkodni, nem tudtunk átmenni. Hozzánk? Nem tettek le, azt nézem, hogy nálunk nincsen. Nem. Nincs. Nincs pénzverde. Ugye? Tényleg voltak, akik kértek ide is. Elénk, Lői út. Ide hozzánk kértek? Igen, aha, írta a hallgató, hogy ő viszont akkor rákért egyet az Üllői 102-re. Holnap mondjuk leveszem a rendszámon. De miért? Hát tudod, hogy merre van, nézd át a ízét, útvonaladat. És most máshol nincs, ugye? És most máshol nincs, tehát azt mondták, hogy ez az a csütörtök, amikor a nép kéri, és csak oda tesznek. Hogy a telepített trafikkal mi van, azt ne kérdezzétek, az valószínűleg az marad, tehát azt nem fogják megszüntetni, de ezeken a helyeken lesz csak trafipax. Jó. Na, egy érdekes témával foglalkozunk most. Megjelent egy amerikai kutatás, és szerintem ez nem csak Amerikára, vagy az Amerikában lakókra igaz, ez minden párkapcsolatban lévő embert tud nyomasztani, feltéve, ha a pár valamelyik tagjának van hobbija. Ugyanis készült Amerikában egy felmérés, és a felmérés szerint a nők kétharmada nemhogy nem szereti, nemhogy ki nem állhatja, nemhogy kicsit, nem tudom, mérges a párjára, hanem rühelli a párja hobbiát. Mert hogy sokba kerül, időt veszel a házas életből, tulajdonképpen többet foglalkozik a férfi a saját hobbiával, mint a feleségével vagy a barátnőjével, és úgy érzik az amerikai nők, hogy párjuk hobbija egész egyszerűen közéjük állt. Tehát mérgezi a párkapcsolatukat. És ez biztos, hogy Magyarországon is kutatható lenne, mármint, hogyha a párodnak van egy hobbija, te valójában szereted azt, amit ő csinál, és téged is kikapcsol, hogy ő egy kicsit lemegy a garázsba, kimegy a szabadba, elmegy horgászni, vagy rühelled, utálod, mert tőled veszel időt. Ez sok helyen szerintem konfliktus forrás egyébként. Párunk hobbija, nem? Az elején egy konfliktus, forrás 10 év után öröm. Igen? Na igen, mert akkor már vonult, tudod, hogy akkor sőt, már támogatod. Igen, vedd meg azt az új botot, kicsi. Persze, jó lesz az neked. Új ide, jó. Két napos horgásztúra, induljatok a srácokkal. Mi az, ami kóros? Amikor órákat tölt a hobbiával, nem foglalkozik a párjával, sokat költ rá, többet, mint a gyerekre és a párjára együttvéve, ez már kórosnak mondható? Hát szerintem az, amikor egyértelműen már mondjuk annyi pénzt szipkáz el, mondjuk a családi kasszából, ami már tényleg azért, ahogy szoktátok mondani, szemmel is látható. Hát, ha mástól vonod el, szerintem, ha más dologtól. Tehát azt mondod, hogy a gyereknek nem kell még az új cipő. Viszont megépítem gyufából a parlamentet. Nagyon jó. Az. És akkor attól először kicsivel kezded. Igen. Építesz egy, hogy hívják, hogy mit tudom én, most összeraktam egy Trabantot. Jó, akkor most összeraktam a Bismarckot. Na most összerakom a Pantheont, most a Fehérházat, most a Világegyetemet, tudod? Igen, most a Galaxist, igen. Nekünk nincs ilyen, azon gondolkozom, hogy egyikünknek sincs ilyen, nem? Ami azért nagyon drága lenne, sok pénzt költenénk rá, és nem tudom, a feleségünk, a párjánk utálnának ezért. Tehát mi nem vagyunk ebben szakavatott hobbisták, ha lehet így mondani. Hát, nem? Én egy időben rakozgattam össze ilyen modelleket, és annál éreztem azt egy idő után, hogy egy picit átbillenhet az ember, tudod. Amikor először csak így összerakosgatod őket, meg vagy vele 10 perc alatt, nem is... Ilyen tankrepülő? Persze, igen, én elsősorban ilyen harckocsi vonalon utazgattam, és hát azért ott el lehet szállni. Mint a 30 évesen brümmögtél egy homokozóba vele? Ez ilyen? Így. Tigris támadja sörbe. Tigris támadja a homoktortát. És álltam a Monika, és Jani, jaj, de nagy gyerek vagy. Neked nincs, nem? Nincsen. Én a legnagyobb ilyennek azt egyébként a horgászatot tartom, tehát a peca. Az is hobbi, az is szenvedély hobbi, igen. Hogyha nem együtt járnak, akkor figyelj, a férfiak annyira rá tudnak gyógyulni, hogy éjjel kimegy, egész hétvégén kint van, szerintem az egy ilyen dolog. Jó, így van. Hát és jó, szereted? Én nem horgászom, csak ha mondjuk 20 év vagy házasságban, és azt, hogy egész hétvégére elmegyek horgászni, hát az a jaj, de jó. És nem? Akkor vesz gumicsónakat, vesz hozzá terepszínű ruhát, terepszínű, vagy csizma. Kis széket, és akkor így rájuk nézel, és akkor nézd, már kezdődik a Paris 2015 honvédelmi nagy gyakorlat.
Aztán valójában meg hát arra százezereket lehet költeni, sőt, még talán többet is. De mondjuk Feri, nem mondd azt, hogy nincs a hobbid, mert amit te csinálsz mondjuk az ételekkel, azért néha, valljuk be őszintén, van benne egy kis plusz pepecselés. De az más, az ami otthon talán vagy. Néha indokolatlan. Otthon vagy, érted, és engem lehet közben, talán néha indokolatlan. Lehet közben zavarni, érted? Várjál, Suma, a díszítés! Tudod, kit érdekel, ebédelni akarnak a gyerekek, nem kell, mint közben. Szuvidálom a húst, legyen! Legyél már! Na, drága női hallgatóink, drága Morning Show hallgatók, hölgyek, írjátok meg nekünk, hogy mit csinál a párotok, és mennyire rühelitek, jó? Rühellem azért, mert nyilván azért, mert elhanyagol, mert több pénzt költ rá, mint rátok, fontosabbnak érzi a hobbiát, mint benneteket. Azért mondom, hogy csajok és női hallgatók írjanak, mert a legtöbb hobbi szerintem inkább azért a pasikra jellemző. Nőknek is van, ritkábban látok olyan nőt, vagy ismerek olyan nőt, aki elvetemülten csinál úgy valamit, hogy az mondjuk a párkapcsolat rovására menne. A nő alapjában nem ilyen típus. Írjátok meg nekünk, hogy mi az, amivel benneteket, a férjetek, a barátotok ki üldöz a világból, és ez mennyi pénzt viszel a közös kasszából, mert az amerikai nők azt mondták, hogy nem csak a hobbit utálják, hanem azt a rengeteg pénzt, amit a férfi beleöl, ahelyett, hogy a gyerekre, a tanulásra vagy költeni, vagy mondjuk igen, egy utazásra közösen, vagy egy második nászútra. Hogy mit csinál, mennyibe kerül, és mennyire utáljátok, valamint mennyire vagytok közel a váláshoz. Igen. Írjátok meg, miben menekül tőletek. Az menekülés, a hobbi mindig menekülés. Nem mindig, de abban azért van igazad, hogy van igazság, amit az előbb mondtál, hogy egy bizonyos, után már örülsz, hogy bizonyos idő neki. Után azért már. Egyébként szerintem jó is, jót tesz a kapcsolatnak, hogyha van valami kis hobbi. Érted, nem mentek egymás idegeire. Hát igen, egyébként fontos, igen. Na, ki mit csinál, jó? SMS számunk 06-745-00-00, jövünk Ákos ide után. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy érdekes témával foglalkozunk, az amerikaiak kutatták, hogy a nők hány százaléka utálja párja hobbiát, és kiderült, hogy kétharmaduk nemhogy nem írja elviselni, egyenesen gyűlöli a hobbit is, és kezdi meg gyűlölni a párját is, mert hogy sokba kerül, nem foglalkoznak vele, és hát a hobbi fontosabb, mint egy-egy adott nő vagy feleség ugye a párkapcsolaton belül. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, elsősorban nők egyébként, mert mint az SMS-ekből is kiderült, neked sejtettük is, azért leginkább a férfiaknak van olyan hobbija, ami megronthat egy párkapcsolatot, persze vannak kivételek. Vagy a férfiak toleránsabbak. Vagy a férfiak jobbika, toleránsabbak, nem? Igen, de... Jó gondolat. Én azért kevésebb... Elírom, hogy jó volt. Kevesebb megszállott nőt láttam, aki milliókat költ el, nincs otthon hétvégére, megy csavarogni, hogy a hobbiának éljen, mint egy pali, aki tényleg elköszön pénteken, és vasárnap jön mondjuk vissza. De ez az nem egy ritkán... alkati sajátosság? Tehát, hogy a nőket ezek a úgymond hobbik... Kevésbé érdeklik szerintem. Hozzá. De igen, a nők szeretnek együtt lenni, közösen programozni, családdal, férjel, a pasi az, aki egy kicsit szeret szerintem így ebben elmélyülni. Meg vagy, a nő vagy nem, külön élni. Nem külön engedi menni. El olyan könnyen a dolgokat, tudod? Tehát egy hapsi könnyebben mondja azt, hogy jó, akkor eltűntem egy napra. Neki ott a gyerek, ott a háztartás, lehet, hogy ez is benne van. Igen, ugyanakkor meg azért, hogy töröm én olyan hölgyeket, én legalábbis keveset láttam, meg keveset hallottam olyanokról, akik mondjuk a parlamentet rakják össze gyufaszállakból, vagy horgászni járnak, illetve modelleznek. Már ritkábban van. Lajos, én. Hagyjál már, most rakom össze a Némicet 35. Igen, azért az ritkább. Van egy hallgatók, halló, jó reggelt, Zoli, hello. Hello. Hello, Zoli. Na, te mit csinálsz? Vagy a párod csinál valamit? Nem, én. Én rendszámot gyűjtök. Rendszámot gyűjtesz? De mit jelent, hogy te találsz egy autót, leveszed róla a rendszámot, és hazaviszed? Vagy hogy? Szabad. Hogy van azért? Nem szabad, szigorúan kerüljük. De akkor mit jelent, hogy rendszámokat gyűjtesz? Hát most kitaláltam, hogy unatkozom, és akkor kell valamit csinálni annak idején, és akkor mi nem ismertem a párom. És akkor ilyen bontókba jársz? Nem, mert a nagy közösségi házon szoktunk cserélni. Na de ahhoz, hogy cserélni tudja, azért kell egy alap, azt honnan szeded össze? Hát azokat volt olyan, hogy bontó volt, szedtem össze, tényleg meg kereskedőktől kaptam exportrendszámot, meg ilyesmi. És hány van neked ebből? Hát USA megvan teljesen, meg Európában már csak két ország hiányzik. Ja, hogy minden országból kell lenni. Minden országból legyen rendszám. Aha. És hol tárolod ezeket? Még a szekrényben, de ki akarom vele tapétázni a falat. Az nagyon na, szép ott lesz. Az. Hú, de szép lesz az a szoba. És a párod mit szól, hogy van párod? Van, persze. És mit szól ehhez? Vagy mit mond? Ő már mond, rebesgette, hogy el akarja adni, mondom, hogy akkor világ vége lesz. Hogy el akarja adni a rendszámokat. Igen. Mennyibe kerül egy ilyen rendszám? Hát attól függ micsoda, mert német például az forint 20-as, de például a
egyik orosz gyűjtőnek, annak volt egy Vatikáni, az 700 ezer forint volt átszámítva. Az jó. Az komoly. 700 ezer forintért vettél egy Vatikáni rendszámot. Lenyúlták a pápa mobilról. Nem, csak úgy jó lett volna. Ja, jó lett volna megszerezni. Tehát akkor egy kisebb halompénz azért te már erre elköltöttél, nem? Hát igen. És a párod hogy bírja? Nem jól. Nem jól. Ő csinál valamit, vagy van valami hobbija? El akarja cserélni. El akarja cserélni. Hát elshoppingolná szerintem. Aha. És ez nálad régen indult, vagy ez egy felébredtél? 5-6 éve. Aha. Fura ez. 5-6 éve nagyjából. Sörölátét vagy rendszám. Mert hogy miért? Tehát haszna nincs, hogy meglegyen. Hát tudom, de még mind, figyelsz, most csőznék azt, akkor szalvét a gyűjtemény az már lejárt. Hát az igaz. Az igen. Van, aki szalvét a sör alá tét. Aztán nem mutattam majd neki, hanem mást. Nekem ezek a gyűjteményekkel mindig az a bajom, hogy amíg csak néhány tucat van belőle, addig tökre átlátható az egész. Utána, amikor már elkezdett katalogizálni, mert hogy annyi van, akkor már olyan mi értelme van, amikor élére állítva ott vannak bent egy szekrényben. Az Zoli elmondta fölmaradatot, én is úgy hoztam föl a csajt, hogy a szalvét a gyűjteményemmel, aztán nem azt mutattam meg neki, hanem valami más. Nem, mert igen. Jó van, Zoli, jó gyűjtés, köszi, hogy elmondtad, ciao. Fura, ez is igen. Itt van Edina, hello Edina, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Na, fogadjunk a férjed, de nem bírod már elviselni. Vagy a hobbiát. Ez azért így nem igaz, hogy őt nem, de a hobbiát már nehezen. Mit csinál? Régi két kazettás magnókat gyűjt, és a hozzátartozó kazettákat. Ne! És hány van neki? Hát egy 40-50 biztos. Jézus, igen. Isten, ezeket hol tárolja? Hát a lakásban, ez a baj. Van egy külön szoba ennek? Vagy... Hát most már kapott egy játszószobát, ahová annyit rak, amennyit akar, de mindig kiterjeszkedik a lakás többi pontjára, úgyhogy van a fürdőben, van a nappaliban. Bárhol tud zenét hallgatni, nézd a jó oldalát. Igen, gondolom, is ezt mondja. Gondolom mindegyik működik. Hát ez persze nem igaz. Aha. Tehát a legjobb esetben is csak a rádiója, de azért néha kazetták. De mi ő egy kiégett hip-hopos vagy? Mitől vonzó számára egy két kazettás magnó? Nem, hát gyerekkorában nem kapta meg. És a csúcsmodelleket, amik gyerekkorában hát, azok voltak, azokat próbálja összeszedni. Ha én az rácság, azért itt van a dologban, hogy gyerekkorában nem kaptam meg. Nőni. Ha én azt gyűjtelném, amit gyerekkoromban nem kaptam meg, Móni nem örül, nem? Én mondjuk azért gyűjt mellé BMX-eket, meg kazettákat, tehát igazából mindent ön megvalósít, azt hiszem. BMX. De hol, ti hol adtok egy rancson? Vagy tehát, hogy a BMX-eket gyűjt, és ha egy társasház negyedik emeleti gyűjti a két kazettás magnókat, és a BMX-eket? Nem, szerencsére kertes ház, úgyhogy lengyűjti a garázsban a BMX-eket. Biztos, hogy ami hip-hopos. Minden gyűjt, ami retro. Ja, hát. Amit gyerekkorában nem kapott meg, az gyűjti. Aha. Hát körülbelül, igen. És nem kapott BMX-et, és most gyűjti a BMX-et. Meg két kazettás magnót, meg félcsövet, meg gördeszkákat, meg pészposapkákat. De tényleg, tehát azt hiszed, vicces, pedig nem. Tényleg, Jesus. Mindent. Atya úristen. De jó. Mindent, amire vágyod gyerekként, az most megvásárolod. Azt mondja, hogy egy ilyen ószeressel élnél, nem? Tehát így minden ott van. Na hát pont ezt szoktam mondani, amire ő úgy védekezik, hogy hát jobb lenne hogyha mondjuk kocsmába járna. Jó ideokos. Jó ideokos. Na, hát azért ebben van valami. És szerinted, hogyha egyetlen darabot eltüntetni, vagy mondjuk nem egyet, hanem kettőt, hármat, így szépen lassan, akkor ezt így észrevenné? Feltűnne neki? Hát nem tudom, a magnókból biztos, mert azok ugye hatalmasak, ezek majdnem egy méter szélesek, vagy én nem is tudom, de én... Hol a Toshiba? Igen, tehát az valószínűleg feltűnne. A BMX-ek is, hát a kazetták nem, mert abból is van több ezer. Mennyi pénzt költel erre? Hát azért ez nem olcsó hobbi. Fogalmam sincs. Nem is mersz belegondolni? Nem. Nem is kérdezted soha, hogy figyelj, ebben a hónapban ez mennyi volt? Nem akarom tudni. Ez inkább struc politika. Hány közös utazás? Mi? Ára ment már el BMX-ekre? Az biztos. És néha valahogy, hogy fölpattal rá kicsit teker ott a lakásban, megcsinál egy-két trükköt, majd leteszi, de csinál ilyet, és a fél kezében egy magnót tart a vállán, vagy nem nyúl a BMX-ekhez. Van ilyen fényképünk már, igen. És ugye a legszebb, hogy például a garázsban gyűjtöd a BMX-eket, egy idő után a kocsival se tudsz beállni a garázsban. Igen. Tehát nem már az kint áll, ugye? Mondom én, már az kint áll az utcán. Kint áll az utcán a kocsi azért, hogy legyen hely a BMX-eknek. De kemény. Gyerek van? Nem, még nincs. Hát ha lesz majd a 10 évig BMX-et kap karácsony, nem ilyen boldog lesz. Magnó és BMX. Az elkövetkezendő 15 évben megvan a gyerek ajándéka. Egyszer hasonlót csinált már velem, amikor még jogosítványom sem volt, sőt tanfolyamra se jártam, ő kinézett magának egy régi autót, amit én nagyon nem szerettem volna, hogy hozzánk kerüljön, és jött a szülinapom, és azt kaptam szülinapomra. Hogy nem megvette magának az autót a te szülinapodra. Igen. Meglepett téged a kedvenc autójával. Milyen autó volt? Hogy én miért nem örülök ennek. Milyen autó volt?
nem ki lehet mondani? Nyugodtan, ez így ebben a formában nem reklám. Egy régi Volkswagen egyébként, ami nagyon leszakadt és nagyon lepukkadt. Milyen egyes golf vagy kettes golf? Tehát egy régi lepukkadt bogár. Kombi volt. Egy kombi. Semmi látvány nem volt, csak azért, hogy tudja pakolni a rádiókat. És azt mondta, Edina, boldog születésnapot. Így van. És ott állt a kombi Volkswagen. Nem is örülsz. Igen, ez így volt. És nem értette, hogy miért nem örülök. És utána még azt is a fejemhez vágta, hogy hát hány barátnő mondhatja el magáról, hogy autót kapott szülinapjára. Fogadjuk, hogy beépített kazettás magnóval. Az igen. Is volt benne, és döngölt belőle, hogy jön a brick. Igen, kettő csomagtartó, egy csomagtartó, a két BMX-el a tetején, hogy azonnal mehessetek majd a szabadba bringázni. Atya Isten! Azért akarta, mert hogy ebben nyugodtan tudja szállítani, hogy nem sajnáljuk ezt a kocsit. De figyelj, ez egy ideig vicces nyilván, egy idő után azért ez baromi nyomasztó, ha ezt őszintén kimondjuk, nem? Tehát magnók, elhanyagolt rozsdás, BMX-ek és ilyen kazettás, tényleg szakadt magnók között élni egy nőnek, az minden csak nem szórakoztató, nem? Hát ez után. Így van. Főleg, amikor a két méter széles étkező asztalon már nincs egy tányérnyi hely. Ott is a magnók állnak? Ne, igen. Az étkező asztalon. Igen, a 6 személyes étkező asztalt. Így is öltözködik egyébként? Hátrafelé fordított farmer, az a jumbo-sapka. És minden nap megnézi a BMX Banditák című filmet. Nicole Kidman 83-ból, nem? Nem, azt azért még nem. De azért majdnem minden ruhája magnóval vagy kazettákkal kapcsolatban. Közös kasszám vagytok? Igen. És van úgy, hogy te vennél magadnak valamit, és lebeszél, mert ő közben már kinézett egy 86-os BMX-et magának? Figyelj. Volt már e példa. Ne! Azért. És olyan, hogy te elutaznál, és azt mondja, hogy nincs pénzben, láttam egy új Sharp két kazettás magnót, amit meg kell vennem. Hát ezt így nem mondja ki, de általában hazakerül egy újabb magnó. Tehát és fura, de hétvégén megint otthon vagytok. Várj, és az a becsempészős típus, tehát nem mutatja meg, te csak te veszed észre, hogy a 25-re itt a 26-dik magnó. Így van. Hogy nem tudod kinyitni a hűtőt. Igen. Ja, tojás vagy két kazettás. Mert nem kicsi, tehát azért általában észreveszem. Igen, hát pontosan ezért foglalkozunk ezzel a témával, mert hogy ennek azért van egy ilyen olvasata is, hogy persze aranyos, meg hobbija van, meg jaj, de édes, meg csinálja. Egyrészt mennyi pénzbe kerül, kettő, hogy azért az a pár másik felének azért egy idő után tud nyomasztó lenni, nem kicsit, és hát pont jó, hogy veled beszélünk, mert azért ez hülye megmutatja, hogy ez már minden csak nem szexi, amikor az étkező asztalt se tudod megteríteni, mert van rajta két kazettás magnó, egy biciklikerék, meg egy BMX kormány, nem? Tehát, igen, ezért de ott van az a másik fele, vagy az a másik olvasat a dolognak, hogy egyszerűen olyan, nem tudom megmagyarázni, gyermeki csillogás van a szemében, amikor az újabbat hazahozza. Boldognak látom. Vagy nem tudok rá haragudni, tényleg, na, mert tényleg boldognak látom. Meg nézd a jó oldalát, legalább nem kitömött állatokat gyűjt. Képzeld, minden nap jössz haza, hogy egy opossum. Igen, meg nem bocsvázni, meg játékgépezni, mert ezt szoktam mondani. És mondja, hogy nézd, Edina, újra egy BMX. Honnan van? Elvettem egy 8 évestől a játékot. Igen, jó vagyok. De azt a nem tudta, hogy milyen értékelő. Kapott egy felpumpálhatós ribák cipőt helyette. Azt nekem úgy sem kell, igen. Na jó van, hát Edina, kitartás, ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű helyzet. Hát nem, köszönjük. Nem. Igen, és ha majd még a szeretet is elmúlik, akkor milyen nehéz lesz, ugye? Mert most még megbocsátod neki, de majd még 10 év múlva. Igen. Puszi, Edina, köszi, ciao. Sziasztok! Hello, hello! Nézzük gyorsan egy-két SMS-t, régi sírköveket gyűjtök, az udvarunk már egy kész temet. Hogy? Az igen! Apám Lenin szobrokat, Sztálin szobrokat és katonai cuccokat gyűjt, anyám ki van tőle. Azért az megértem. Hát lehet, hogy munkásőr volt az öreg. Nem a hobbi zavarja őket, hanem hogy a párjuk jól érzi magát. Egyszerűen öröm irigyek, írja nekünk egy férfi hallgató apaka. Az én exférjemnek az volt a hobbija, hogy eljárt a szeretője. Ez egész éjjel kimaradt, és sok pénzt elvitt a kasszából, Móni küldte nekünk. A párommal közöltem, hogy ha még egy horgot vesz a pecázáshoz, akkor elvárok. Elválok. Horgot nem vett, viszont egy csónakot igen. Jó. Barátom hetente új hobbit választ, minden alkalommal ugyanolyan lelkesedéssel vásárol be mindent hozzá, most éppen vadászni készül. Pú, azért az is. Az nem olcsó. Az is kell ilyen. Az én párom sportot néz, MotoGP Forma 1, kézilabda, vízilabda, foci felváltva, persze ezekhez kapcsolódó összes riport és cikk a neten, pénze ugye nem kerül, de rengeteg időt vesz el a közös programoktól, amikor szóvá teszem, akkor azt mondja, hogy ő alig nézi. Ezt Dóri küldte nekünk, és van még egy hallgatónk. Judit, hello Judit, jó reggelt! Sziasztok! Na, hát te is áldozat vagy, gondolom. Annak nem nevezném, magam viccesen kell felfogni. Na, mit csinál a párod? Legúzik. Ne! Nagyon jó arc! Hány éves a párod? Nagyon rendben. Tényleg hány éves? 41 éves. 41 éves. Igen. Hasonló trauma, mint az előző hallgatóknak, igen, hogy nem kapott gyerekkorában? Igen, hallgattam itt, mosolyogtam magam, pontosan, igen, étkező asztal telerakva, csak itt éppen legóval.
És jössz haza, és mondja, hogy nézd, kiraktam az új X-szárnyút. Nézd aha. meg, ó, milyen jó. Ja, Istenem, kalózok támadtak a kincses szigetre. Nem így legózik, ő építés fölvásárol. Rengeteg legunk van, másképpen van mellékesen, van három fiunk, 8-6 és 3 évesek, és hát nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy ő megveszi a legót a gyerekeknek, és ő összerakja, és nagyon örül neki, boldogan játszik vele, mikor a fiúk meg szétedik, akkor... És akkor kicsit porosodó, régebben összerakott legó makettek a polcon, tehát így éltek? Nem. Van egy nagy pincénk, az tele van legóval, papírdobozokban tárolja, és hát nagyjából tudja, hogy melyben mi van. Egy hatalmas nagy legőkiállítást tud megszervezni. De kemény, és így csillog a szem, elnézi azokat a riportokat mindenféle tévés magazin műsorokban, hogy 30 millió darab legóból kirakták Miki Egeret. Meg ilyenek? Imádja. Vagy mondom papának mindig, hogy ő elrontott valamit a kisfiával, mert egy gyermekkori álmokat kerget ezzel a legúzással. És van is, hogy elvonul, és akkor épít, mit tudom én, egy napot, vagy elmegy szombaton, és vasárnap visszajön? Nem. Itthon csinálja. Itthon a mi boldogságunkra. Ha összerakott valamit, akkor azt ugye kiteszi valahová, és nem engedi lebontani. Hát a fiúk hozzányúlnak rendszeresen, meg a pincéből felhozzák, és ez a gond. Az érzékeny, hogy játszanak a gyerekek. Amikor hazajön, ugye vesz a fiúknak valamit, ő hazajön és látja, hogy szép van szedve, akkor van probléma. Aha, tehát a legó nem azért, hogy játsszál vele. Nálatok ez nem, a... Nem. Ha láttátok a... Nem tudom, filmet szabad mondani? Nyugodtan, persze. Jó, Lego Movie című filmet. Nem láttam. Nem, abban van a fenti ember, amikor az apuka összerakja a legókat, és akkor a... kisfiának nem szabad hozzányúlni. Nagyjából így vagyunk. Legóval tilos. De egyébként őszintén a szívedre teszed a kezed, azért egy kicsit nyomasztó, nem? Néha igen. Aztán fordítottam magamon. Úgy gondolom, hogy hozzáállás kérdése az egész, és hagytam, hadd élje ki. És most már azt látom, hogy talán annyira nem fontos a Lego, egy kicsit közelített hozzánk. Hát pakold ki a garást, megnézed, mennyire fontos. Pakold egyszer üresre, és ott minden kiderül. A reakcióból, hogy fontos vagy nem fontos a Lego. Hát, ezt nem próbálnám meg. Ugye? Hogy azért ezt így még nem mernéd megtenni. Igen. Köszi, hogy elmondtad, hát kitartás. Na, köszönöm szépen. Csáó. Hello. Képzeljétek el egy családi terpatvartalékot. Kirakta össze az építés alatt álló halálcsillagot! Kibontotta szét inkább. Jönnek még SMS-ek, kész vannak a női hallgatóink, mert cigizik, horgászik, az autói tuningolja állandóan, és most kitalált, hogy vadászni szeretne. Én ezeken a költségeken nyaralni szeretnék, írja egy hallgatónk. Modell helikopter ezek, és a párom utálja, mindig azért rimánkodik, hogy hagyjam abba, de én imádom. Előbb-utóbb csak megbékél vele, nem is tudja, mennyi horgász felszerelést vehettem volna már belőle, írja egy másik hallgatónk. Én a páromat azért hagytam ott, mert nem olyan régen... Az volt a hobbija, hogy kaszinóba járt, tipmixezett, engem nem vitt el sehova, nem költött rám semmit, azóta már nem is vagyunk együtt. Az én férjemnek van egy kétütemű sárga színű trabantja, akit Sárikának hív. Élete második értelme, a gyerekek is utánam, totál full az autó. Na, de utánad van, ez nagyon szép. Tehát gyerekek, te és a sárga autó. Találtam egyet, amit Feri biztos meg fog érteni. Én cséplőgépeket gyűjtöm. De gyönyörű! De szép! Vállással fenyeget az azt, hogy amikor beállítasz egy újabb cséplőgépet. Anya, ezt néz. Azt nehéz azért megérteni. Egyik ismerősöm szokása, hogy szenteste vacsora után kimegy a Tiszára horgászni, és új év napján megy haza. Azért míg a család otthon van, több százezret költ évente. Azért elmi szenteste, és megérkezel elsőjén. Na az... gyerekek, boldog karácsony! Fogtál, hogy ne! Én itt vagyok, szevasztok! És képzel, hogy nem fog semmit. Azért szerintem ez már nem érdekli az asszony, hidd el. Igen, gyűlölöm a trónok harcát, Bruzsi nője. Küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na jó, hát drága hölgye, kitartás, nem nagyon tudtok mit csinálni egyébként. Egy idő után nyilván válók, de vagy megszereted és elfogadod, vagy elváltok. Lebeszélni erről elvetemű topistákat egyébként nem is nagyon lehet. Köszönjük szépen az SMS-eket, megyünk tovább játékkal. Itt van a játékosunk, és hármas ugrás játszunk már is. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Laci írja, én támogatnám a nejem hobbiát, de nem akar rút táncolni. Ez másik megközelítés. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia Balázs, szia Jani, szia Feri. Egy picit bátor készültünk, figyelem! Na, ez nektek szól. Gyönyörű volt. Nagyon szép volt, mi volt ez? Hát
ez egy ilyen spontán beköszönés volt. Abszolút nem próbáltuk le az elmúlt 10 percben. Öt gyerekek? Felnőttek? Igen, gyerekek. Egy kis buszban nyomulunk Paksra, és nagyon haló gyerekekről van szó. De ugye milyen szépen artikuláltak? Nagyon, igen. Abszolút. Ilyen szuper gyerekek, igen. Főleg, hogy Balázs nem értetted. Na minden. Nem, hát így rádión keresztül azért nehéz volt. Abszolút, jó, persze. Paksra az atomerőműbe mentek? Igen, egy ilyen kis kiruccanás, mert hogy tanulmánykirándulásra szükség van, és mi most ezt itt tető alá hozzuk. Ők is tudnak róla? Nagyon, a már fel vannak készítve teljes mértékben. Igen, úgyhogy itt fel vagyunk szerelkezve, kémia, fizika tanár, mindenki a helyén, úgyhogy iszkiri. Iszkiri? Hát iszkiri. Iszkiri, menjünk, kutszú neki. Na, hogy húzzunk, igen. Jó van, Orsi, hát akkor ez menni fog szerintem, megoldjátok ezt a dolgot. Jó van, köszönjük a megelőlegzett bizalmát. Ja, azt hittem, már is köszönsz le, és teszed. Nem, köszönjük, csak hogy a jó indulatodat csak egyelőre. Na, oké. Okay. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon easy. Nagyon easy. Easy? Nagyon easy. Jó. De örülünk, hogy neked ez így tetszik, Orsi. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Itt szól az első kérdés. Hogy hívják a rajzfilmhős Mézga család kutyáját? Megtanácskozhatom a gyerekekkel? Tanácskozz meg. Várjál meg, hallják. És akkor figyeld, nagyon az értelem, az úgy mindenkinek nagyon szépen csillog a szemébe. Gyerekek, hogy hívják? 1, 2, 3. Azt a figyelitek? Hát, halljuk, az a baj, nem halljuk. De jól értettem, hogy azt mondták, hogy blöki? Igen, az így van. Hatják, hogy blöki. Az igen, gyerekek, megvan az első. Oké. Okay. Na, akkor tovább szeretnénk menni. Most igen, pici túlvezéret vagy, de tetszik ez nekünk, nincs ezzel baj. Mehetünk tovább, baseball sapkáért szól a második kérdés. Hány olimpiai érmet szerzett ökölvívó pályafutása során Erdei Zsolt? Meghakkodjatok. Hány olimpiai érmet? Értem, tehát olimpiai, aha, hát ő nagyon-nagyon sok meccset nyert, de akkor azt nem olimpiának számít. Én most csak így mondanám, hogy szerintem egy. Így van! Mindenki, ja, jó, ügyes akkor vagy. Nem is mondok más. Jó, hát! Így van. Egy bronz. Jó. Na, itt vagyok. Jó. Mit csináljunk? Most akkor van két ajándékunk, ugye? Igen. Jó. Akkor fussunk neki a harmadiknak. Biztos? Jó. Nehéz lesz, mi? Aha. Istenem, fussunk neki, álljunk meg. Tőlem kérdezed? Nem. Ja, a gyerekektől. Nem, a gyerek. Az úristen. A tanárnőtől. Igen. Jó, menjünk. Így szól a harmadik kérdés. De figyeljetek, légy. Jó. Melyik dél-amerikai ország kapta a nevét Velencéről? Kitalálható, ne kapkodjatok. Igen. Dél-amerikai ország. Hát én mondjuk mondanám, az a hosszú... Logika. Ötszótagos? Mert akkor... Na jó. Nem. Akkor Venezuela! Hát, az egész. Te, hát milyen ügyes vagy, na. Na jó. Nagyon ügyi vagy, tényleg. Hát egyébként, tudod, hogy van ez. Tanár az ember, tud ezt azt. Orsi, ügyesek vagytok, tényleg. Köszi, tényleg, tök ügyesek a gyerekek is. Nagyon boldog mindenki, és hallják. Jaj, annyira jó. Na hát és tök jó volt, hogy így akkor beszélni is tudtunk. Nagyon, hát igazán. Igen, a Paksi reaktorban lesz energia, Fogyókám, te így is világítasz a sötétben, szerintem úgy aztán meg még, ha elmész Paksra, ott évekig meg lesz az energia, így van. Na jó van. Nem a Dombovári Vanda elkavarodott ikertestvére? Egyébként tényleg. Mert egy közegyben a Vanda. Képzeld el, Jani, hogy ugyanezt mondta a Balázs, mikor együtt játszottunk a kódba. Balázs, mi játszottunk a kódba, és ugyanezt mondtad. Mert akkor igen. Na jó, most nem baj, hogy nem emlékszel, de volt egy ilyen pillanat, és akkor én ezt így megjegyeztem, és akkor is nagyon megköszöntem a hasonlatot, mert ez igazán imponáló. Köszönöm. De nem. A tesóddal játszottál? Nem, de nagyon hasonlítottunk. A nagyon-nagyon-nagyon kedves barátnőm, és nem fogadtam el az ajánlatot, és teljesen összeomlottam, mert a végén semmit nem nyertünk, és az lett volna a cél, hogy legalább ő, tehát, hogy nyerjük. Aha. Na mindegy, érted?
Jó, de értem. Hát jó. Játék volt. Majd a dílerek számát ad meg, azért mindenképpen. Akkor majd megmond, jó. Mindenképpen jó, hogy nekem is hozzad. Okay, Orsi, puszilunk, ügyesek nagyon voltatok, jó utat nektek. Jó, nagyon köszi. Küldjük az erdély csomagot. Puszi. Nagyon köszönjük, és elköszönünk. Bocs. Sziasztok! 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 Ne nyúlni a hasad olyan nyakhoz. Képzeld el, most ilyen az ágyban milyen, mi? Ott lesz, a nagy műsor van. Ott, azért értem. Ott szem nem marad szárazott. Ott már... Azért panelban csinálod körbe tapsolásról. Ott azért a szomszédok is rágyújtanak Orsi után. Azért gondold el. 5 perc újongás után már tényleg elhiszed, hogy jó voltál. Micsoda. 1 perc után már biceps pózba vagyok, mert tudom, hogy... Hallod, Isten vagyok. Isten vagyok. Bármit Isten csinálok, vagyok, működik. Király. Hozzá sem nyúltam már ki, abár. Ezért érdemes volt válni. 9 óra múlt 5 perccel, jövünk egy jó kis terméktesztel, mert hogy találtunk egy újabb terméket, amit letesztelhetünk, hallgatóink küldtek nekünk egy ötletet. Ugye van ez a rovat, évek óta csináljuk, hogy a hallgatóink beküldenek bizonyos termékeket, amihez kapcsolódva egy bizonyos reklám ígér valamit, akkor mi utána járunk, hogy a termék tartja azt, amit a reklám ígér. Kaptunk egy terméket, úgyhogy teszteljük. Ákos, hírei után. 9 óra múlt 21 perccel, te jó Isten gyerekek, hát hogyan rohant az időm? Hát itt vagyunk. Én azért ezt csekkolnám a 180-nal. Azonnal csörög rá 180-ra, hogy mi a helyzet. Van még tényleg, amiről beszéltünk kora reggel, hogy és felhívod és bemondja. És figyelj, mert hívja, nézd meg. Figyelj, na, na. Csörög. 21 perc. A mai dátum 2000. És a másodperc. Megörök. Másodperc? Már nem kivel, nincs másodperc, én imádtam. Pedig 10-ként mondta. Az, 30 igen. másodperc, 40 igen. másodperc. Tehát pont úgy volt beállítva, hogy 10-ként mondja a másodperceket, igen. Takra pontosan erre állítottam mindig minden órát otthon. De az a baj, hogy ez 15 éve volt, és ezt most csinál most is, ugye? Tehát, hogy ezt elmondtad reggel, hogy takra most is ugyan elállított az időt, ami azért dermesztő, hogy mi mindig hívjuk a 180-et, és állítsuk be a konyhába a kakukkosokat. Csak most az elején van ért, és bemondja azt, hogy mit tudom, 6 óra 50 perc, akkor mindig várnom kell egy kicsit, amíg 6 óra 51 lesz, és ha az elején vagyok, akkor én egy percet várok. Közben megszakad. És az már 52. Atyaisten, atyaisten. Hát azért igen, nem egyszerű az életed. Hármas karamból az M0-ás Török Bálinti levezetőjénél, az M7-es előtti részen, ezt Puli küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M6-oson Pécs felé a 120-as kilométernél full kontroll van, mindenkit kiterelnek a parkolóba. Ezt Péter küldte nekünk. M0-as M7-es lejárójánál baleset, így van, ezt az előbb mondtam. Az M5-ösen Debrecen felé a benzinkútnál szintén trafiznak, és M7-es 132-es 133-as kilométer között kamera mind a két irányban. Szép napot mindenkinek, ezt Vinyóka írta nekünk, köszönjük szépen. Na, ígértük, hogy terméket tesztelünk, csak előtte akarunk egy ügyről beszélni, egyrészt azért nyilván, mert kollégáról van szó, kettő, azt gondolom, hogy erről kell beszélni, mert megint egy nagyon tipikus, számomra egyre szomorúbb korkép kezd kibontakozni, és ha itt nincs megállás a lejtőn, akkor ez egy szomorú világ lesz, ha ilyen országban fogunk élni. Ugye arról a köztévés újságíróról van szó, akit bántalmaztak. Így van, Borsa Miklósról. Borsa Miklósról, így van, aki hát szegény, ő nem csinált mást, mint hogy egyébként sétált a Tagore sétányon. A feleség. Balatonfüreden, és odalépett hozzá ugye egy ismeretlen ember. Mi is abból tudunk kiindulni, amit ugye olvasunk a hírekben, nem egészen biztos, hogy pontos, ahogy mondjuk, de hát ezt a hírt olvastuk, és megkérdezte, hogy ő az újságíró, aki az M1-en ugye a híradóban mondja a híreket. Igen. És nyilván Miklós akkor még nem sejtette, hogy mi vár, azt mondta, hogy igen, és utána ököllel arcon ütötték, és azt mondta neki, állítólagosan az ember, hogy most hazudj, így ugye? Van. Hát, mindenféle kérdés nélkül, ráadásul az volt az első, tehát miután ő mondta, hogy ő az ténylegesen az a személy, az volt az első, hogy ütött az ember és üvöltözött. Szóval gyerekek, eljutottunk oda, hogy valakit már azért megvernek, amit mond. Ez egész egyszerűen elképzelhetetlen, elfogadhatatlan. És mit üzen ezzel az az illető, aki ezt megteszi? Nem tetszik, amit mond, az tehát jó, megverlek. Igen. Ráadásul egy hogy híradóst, ez? Aki nem generálja a híreket, aki gyakorlatilag csak információt közöl. Igen, nem tetszik nekem az az eszközöm, hogy én téged megverlek. És ami a szomorú ebben, nyilván az, hogy ez megtörténik, ez elfogadhatatlan minden körülmények között. Tehát itt bármilyen politikai irányultságú orgánumról van szó, ez szóba se jöhet, hogy ez az oldal, vagy az az oldal, vagy a harmadik oldal. Ebben az esetben ez egész egyszerűen teljesen mindegy.
tehát nem lehet arról beszélni, hogy most melyik oldalon, vagy ki melyik oldalon áll, nem is jöhet szóba. De hogy elképedve láttam, mert kivételesen elolvastam ezen cikkek alatt a kommenteket, hogy ez az ország részben ott tart, hogy még mindig nem a távolabbi következtetést vonja le, hogy azért ez milyen szomorú, hova jutottunk, hogy már azért megvernek valakit, mert mond valamit, hanem azt mondja, hogy mert a köztévé ilyen vagy olyan, mert megérdemli vagy nem érdemli meg, mert ennyi pénzből, tehát hogy még mindig milyen primitíven, szűklátókörűen, és hihetetlenül tényleg primitív módon gondolkodnak. Tehát, hogy nem lehet, hogy ennek valaki örül, mert azt mondja, hogy megérdemli, mert én is úgy gondolom, de hogy ez a tévé ilyen vagy között. Olyan, aha. Vagy mert ennyi pénzből készül, vagy annyi pénzből készül. Mit csinál? Tehát kvázi tulajdonképpen elfogadja azt, hogy ez meg elfogadható, és igenis legalizálható, hogy valakit megvernek. Azért, mert mond, attól függ, hogy melyik oldalon áll. Ez, a munkája ez... miatt megverni valakit, akkor tényleg hova tart a világ? Akkor az lesz legközelebb, hogy ha még szikat lesz a zsömle, amit veszek, akkor megverem a boltost, igen, vagy hogyha drága a benzin, akkor oda megyek a kutashoz, és lenyomok neki egyet. Igen, tehát egy gyerekek, tényleg te nincs másra szó, mint egy újságíró munkáját végzi. Az, hogy én szeretem, nem szeretem, egyetértek vele, nem értek egyet vele, ebben az esetben egyébként nem is számít, de akit ezért bántanak, az minden körülmények között elfogadhatatlan, és hogy van egy elég széles tömeg, aki azért ennek a kommentek alapján örül, hogy ez megtörténhet. És ő is megtette. És nem azt mondja, hogy ő is megtette, és nem azt mondja, hogy nem akarok egy ilyen országban élni, nem azt mondja, hogy emberek állj. Tehát ez nem elfogadható, és tegyük félre, hogy ki mit gondol egy adott orgánumról, egy adott médiumról, a köztévéről, vagy a köztévében látottakról, hallottakról, ami jelen pillanatban egyébként szóba sem jöhet. Nehogy azt gondolja valaki, hogy egy megverni egy ártatlan, védtelen embert, az egy véleményformálás, mert nem az. Hát az erőszak önmagában soha nem az, igen. Ezt legitimizálni, elfogadni és ennek örülni, az meg aztán pláne nagyon szomorú. Pláne nagyon szomorú, és hogy tulajdonképpen ide jutottunk, ez valahol egyébként dermesztő. Maga az eset is, és az eset után kiváltott kommentek, aláírások, és hogy tényleg milyen kevesen látják itt az összefüggést. Hál' Isten nyilván azért látják, a kevesen talán nem biztos, hogy jó szó, de hogy ennek örülni, az igazából az a dermesztő, hogy nem tetszett, megverte, én is így gondolom, jó megkaptam. Belegondoltok, Jézus hogy az ilyen polit, mert ez ugye az, hogy te más gondolsz, mint amit ők mondanak. Ezt lehet. Hogy ez az ország ez úgy kezdte, amikor az első ilyen volt, hogy családok estek szét emiatt, mert apa erre szavazott, anya arra, rokonok nem beszéltek egymással, így kezdődött a dolog, és most már pár év elteltével ott tartunk, hogy azért, mert te mondasz valamit, amivel én nem értek egyet, és azt gondolom, hogy te valaminek a szócsőve vagy, ezért megütlek, akkor mi lesz? Jövő héten lelőnek valakit emiatt? És ezt nem látják, hogy ez árt az országnak, ez árt a demokráciának, ez árt a megítélésnek, ez árt a légkörnek, amiben élünk. Tehát az, hogy valaki ezt megteszi, nyilván tényleg elfogadhatatlan, és megmagyarázhatatlan, és maximálisan elítélendő, de azokat is el kell, akik egyébként ezzel bármilyen szinten azonosulnak, hogy azt mondják, hogy igen, megérdemelte, nem különböznek sokban azzal, mint aki behúzott. Vagy attól, mint aki bántotta a Miklós. Úgyhogy hát ez olyan szomorú dolog, és reméljük azért, hogy valahol ennek a lejtőnek vége van, vagy van megállás, mert ha ez lesz a következő pár évben a morális állapot, akkor az gyerekek itt szörnyű világ lesz. Nem? Ha már egy dolgozó újságírót is. Szóval, hogy... Hát ilyen alapon egyébként minden szemben álló szekértábor fejezhetné ki így a véleményét. Hát a másik az szemben. Hogyne. És ez nem lehet út, nem lehet elfogadni, és bárki, aki ezt kommentelte, gondoljon bele, hogy mi történik, ha a saját családjában vele történik, mert végzi a munkáját. Nem hiszem, hogy ez elfogadható lenne. Miklósnak mindenképpen jobbulást kívánunk. Reméljük, hogy tudja hamarosan újra a munkáját végezni. Na, ezt csak szerettük volna elmondani. Most tesztelünk, mert hogy kaptunk újra egy terméket, ami drága hallgatóinktól, és mi ezt leteszteljük, ugyanis kíváncsiak vagyunk, hogy működik, szerintem nem, de érdekes a dolog, ígér valamit egy termék, helyettünk elvégez egy bizonyos munkát, ugye? Ezt ígéri a termék, utána járunk, és leteszteljük már is. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, egy olyan terméket kaptunk, ami állítólag elvileg helyettünk lemossa az ablakot. A legjobb dolog a világon. Ha ez működik, akkor igen. Ez most nem olyan ilyen, hanem az enyém. Következőképpen néz ki ez a termék. Úgy néz ki, mint egy szobamérleg. Nagyjából mindenki ezt képzelje maga elé. Egy szobamérleg, amin van egy fogantyú középen. Ezt a szobamérleget, te mint egy tapadókorongot, most rövidítve mondom, felragasztod az ablakra, és
lemossa helyett a és nem tudod leszedni, csak résővel. És a büdös életben nem szeded le többet. Igen, mondjad, Laci, nyugodtan. Ezt... Most befújod ezt a kettőt. Igen. Van a tapadó korong mellett egy ilyen puha párna alul, ezen a kis kézi, vagy házi mérlegszerű kis szerszámon, vagy készüléken, amit te befújsz ablaktisztító sprével, az anyag magába szívja, felrakod az ablakra, megnyomod, aha, és robot módjára pár mekkora ablak felületet megtisztít neked. Ez a készülék. Ezt küldték a haspénk. Speciális anyag kell hozzá a befújására, vagy bármilyen? Ja, hát olvasztott homok. Ha van valami olyan, ami érted, speciális ablakmosító. Nem, sima ablaktisztító, de már maga a szerkezet elég speciális, főleg, hogyha abból indulunk ki, hogy a vákumot generáló szerkezet, az a rész, ahol a vákum képződik, az kétszer olyan vastag, mint a tisztító felület. Hát, hogy én nem érzem annyira hatékonynak a dolgot. Ráadásul a vákum nagyobb hely. Hát egy picit nagyobb hely kell, egyrészt, másrészt meg ez a művelet, amit például Laci most végez, egy elektromos szerkezet esetében, hogy befújom. Az egész nem néz ki jól. Befújom ablaktisztítóval, hát fene tudja. Remélem, hogy érintésvédelmi szempontból nagy gond nem lehet, de hát mindegy, ezért csinálja Laci. Laci picit megvágja az áram. Igen, szóval vannak dolgok, amiket szerintem nem szívesen adsz ki a kezedből. Az ablaktisztítás nyilván mindenki utálja, de hogy rábízd egy ilyen szobamérlegszerű, kicsit fura ablaktisztító robotra, ezt nem tudom elképzelni, hogy működjön. Laci, tegyük föl egyébként, tehát én jó, értem, hogy nagyon elszánt vagy, mert hogy hazavinnéd, ha működik, de hogy tapasztuk föl az ablakra, igen, hogy működik-e. Jó, fölrakod, gomb megnyom, vagy mi? És honnan érzékelő, hogy hol az ablak vége? Van benne valami érzékelő, hogy körbe megy a négyzet alakú ablakon? Nagyon jó kérdés, tehát valami nagyon szíves, hogy hát megérdemelted, hogy egy szenzornak kell lennie benne. Várjál csak, Laci, van egy nagy gomb, egy háromszög alakú. Na. Laci vákumot képez. Aha. Van rajta egy kis villogó, ha a villogó kéken villog, akkor még nem tapad föl. Ha a villogó zöldre vált, akkor ez azt jelenti, hogy fölszívta magát a robot az ablakra. Uh-huh. És akkor kell megnyomni. Mennyibe kerül kb. Tudjuk? 60 000 forintért ezt valaki megvette. Jézus, hát ha nem takarít, hát gondoljátok már, csak ha tavasszal ősszel takarít az ablakot, az is két nap. Hát 60 000 Havi 30-ért megcsinálom mindegyik ötöknek. De ezt egyszer kell kifizetni. Mondjuk akkor most emeljük az automatához, tehát akkor vasárnap ott vagy nálunk. É, ott vagyok. Jó. Hát, még nem látod az ablak felületeimet. Nem tudok venni a vicsitára, ne haragudjatok. Ablakot mosokban írják. Ablakot mosok Balázsékban. Mondjuk azt azért kötve hiszem, hogy ilyen ipari méretű ablakfelületeket meg lehetne vele takarítani. Egyrészt azért, mert nagyon pici, másrészt meg, mert vezetékes. Tehát, hogy azért képzeljük már, hogy veszel hozzá 200 méter. Egy 200 méteres hosszabbítót kérnék szépen. Ja, tényleg, hogy ez nem is ilyen wifi-ről működő, nem, vagy bár ilyen érzékes. Ezzel lóg egy 220-as kábel, és be van dugva. Jézus Mária. Miért nem takarít? Meg kihúzta. Miért nem takarít? Mert nem ér tovább a kábel. Laci, biztos addig kell, amíg... Ez ma még fölragad, Laci? Aha. Csak... Hogy kell villogni? A zölden? Egyfolytában. Nem, tehát égnie kell. Engedd el. Na, gyerek, ott tartunk, hogy ez a műszer, ez fel se ragad az ablakra. Figyelj, föl fantasztikus. Van, föl van ragadva. Föl van, de mire elindul, hát nyom nem meg tudom. A plate-t. Ennyi idő alatt... Takarít, gyerekek. Ennyi idő alatt én már el is mosogattam. Bocsát, akkor ragad föl, ha villog, és akkor működik, hogyha kék. Oda néz, elindult, vedd föl videóra. Hallod, forog is. Kúszik rajta, mint a büdös bogár. Nézd már, robot, hogy megy az anyját. Hallod, van egy motosz az ablakon, teteri. Elindult, össze-vissza mozog, semmiféle rendszer nincs a mozgásban, most éppen átlósan megy, most fordult egyet, lefele indult el. Mi egyébként kéz lenyomatokat tettünk az ablakra, nem volt más, mivel össze tudtuk volna koszolni. Elindul, érzékeli, hogy vége van. Á, jó, hogy is olyan. Nézd meg, érzékeli. Hát ez figyelj már, de jó, hogy összeraktuk a családi pótlékból. Hát igen, forog az ablakon, most azt nem látom, hogy mennyire tiszta, vagy mennyire lett utána nagyon, tiszta. Nagyon, csak mondom, hogy nagyon tiszta. Egy bajom van nekem, hogy egy jelentős területet itt kihagyom. Majd. Nem nagyot, Feri, egy egyszer egyméteres területet. Majd visszajön. Nem, úgy valószínűleg ő. Tehát azt nem értem, hogy ha már így robotizálták, érted, bemenne egy sarokba, és elkezdene. Így elmegy, jobbra-balra, jobbra-balra. Ez most így össze-vissza dolgozik. Semmiféle rendszer nincs a robot mozgásában. De alatta tiszta, csak mondom. Ha ide jössz, igen, ha innen jössz, akkor ott pont az ablak felé látsz el. Letörölt az ülenyomatokat? Hát itt jön a sarokba a mikróbi, hogy gyere már be oda. Na oda. Jaj, de jó megy. Le, most de mutatós. A macskám egyébként imádná. Mozog. Szerintem már leszedni. Mozog valami az ablakon. Figyelj,
Ez, hogy... Jó, gyerekek, lenyomjuk gyorsan a reklámot, és jövünk vissza az eredménye. 60 ezer nem kevés. Ezt élőbe akarják hallgatni a hallgatók. Hát ez egy rádió történeti pillanat, ami itt történik most a Morning Show-ban. Egy zúgó robot, három műsorvezetővel, aki bámulja ezt a robotot. A robotika csodája. Hát öcsém, ha ezt Asimov látná. Elképesztő egyébként, igen. Jövünk egy pici reklám után, megnézzük, hogy működik-e. Ha szép az ablak, akkor attól függetlenül, hogy mennyire gagyi maga a készülék, megadjuk. Mert igen. Nem az az elsődleges célja, hogy szép legyen. Ha várjál, akár... mert most kivágja. Aha. Most mit csinál tényleg? Egy lyukat vágott rajta. Mondjuk csak egy 20 centis sávon sikerült eddig megtakarítania, de nem baj. És egy 30 centis sávon karcol, viszont mert a kerék az viszont egy gyémánból van. Jó, jövünk egy pici szünet után, jó? Megnézzük, vagy meghallgatjuk a reklámokat, és jövünk az eredménnyel. Már most mondjuk, hogy morningshow@klassefm.hu, ha bárki bármilyen terméket lát, amit mi évek után is még le tudunk tesztelni, mert ő régóta zajlik nálunk ez a rovat, küldjetek el nekünk, megvesszük, megnézzük és leteszteljük. Avatar, öcsém, avatar. Fél tíz múlt öt perccel jövünk mindjárt az eredménye. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hát most tudtuk leállítani a gépet. Jó, kikapcsoltuk, mert már Feri a torkomat szorongatta, Balázs pedig egy széklábbal ütött. Milyen, nem tudom hány ilyen frekvenciával szólt, hogy szörnyű volt. Tehát egy ilyen búgó hang, gyerekek megállt, lerobbant, beszorult a sarokba, mint egy ilyen büdös bogáron, nem tudott kifordulni. Ezért automata egyébként, aha. Mert hogy ahogy bekapcsolod, el akarsz menni otthonról. Igen, csak egy bajom van, hogy ez a leállás, ugye, hogy beragadt az egyik sarokba, és ugyanúgy ment a meló, de nem működött a gép. Azt képzeld el, hogy te nem vagy otthon, és ez egy óráig. De működött alatt a rezget, nézd meg, ott a legtisztább most. Az igaz, úgy elég a lakás, hogy öröm lesz nézni. Hát, drága hallgatók, köszönjük, hogy ezt elküldtétek, ez nem. Tehát ez megadhatatlan. Igen, tényleg. Sarkot tehát, nem tud takarítani, a keret mellett egy centimet már nem takarítja le. Úgyhogy ez nem az igazi. Uh-huh. De távirányító is van hozzá. Ja igen, és ülhetsz a kis kedvenc kanapédon, és távirányítóval nézheted, ahogy tisztítja az ablakot, irányíthatod távirányítóval. Ez alatt egyébként tényleg a komplet, nem tudom, keleti pályaudvar megtakarítod, mármint az ablakokat. Tehát itt negyed órája szenvedtünk vele. Úgyhogy ez nem, hát negyed most... órát, ez nem jó. Ezt nem adjuk meg. De most komolyan meg, akkor meg minek nősültünk meg? A baráti beszólás. Igen. Ígérted, hogy jössz hozzám ablakot akarítani, úgyhogy... Fia, 30 rugó, az 30 rugó? Per év. Mi? Per év. Per év. Vagy alkalom? Igen? Hát ez 60 ezer, és több évig jó. Figyelj, akkor legyen év. De csak egyszer megyek. De akkor viszont nagyon szépen dolgozod, igen. Na jó van, ezt nem tudjuk megadni. morningshow@klassefm.hu. Ha láttok még terméket, küldjétek. Előszeretettel tesztelünk. Sokat teszteltünk már. Valamit meg tudtunk adni, ez nem működik. Van. Ugyanitt 40-ért eladó, egy alig használt. igen, picit bevásároltunk, volt értelme, valaki vigye haza, hogy legalább jól járjunk, igen. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Fölhívtuk Varga Viktort, aki ugye hát felmászott a Mona Lisához a párizsi Louvre-ban, és megcsókolta. A Mona Lisát nem tudta, hál' Isten, előtt az üveget. Beszélgetünk arról, hogy ez öncélú magamutogatás-e, vagy nem. Jani azt mondta, hogy szerint ez jó, ez egy gag, ez egy poén, mi egy kicsit máshogy láttuk. Megvitattuk, aztán fölhívtuk Viktort, hogy mondja el, hogy jutott ki végül is a Louvre-ból, hogy nem kapták el a biztonsági őrök, és egyáltalán mi volt ezzel a célja. Egyébként őszintén elmondta, hogy a polgárpulkasztás és népszerűsködés. Népszerűsködés, ezért csinálta. Aztán beszélgettünk arról, hogy az amerikai háziasszonyok kétharmada utálja férje hobbiát, olyannyira, hogy már legalább egyszer eszükbe jutott, hogy válni kéne. Sokat költ rá a pasi, elhanyagolja a feleségét, és napokra eltűnik. Mi magyar háziasszonyokat, magyar Morning Show hallgatókat, elsősorban nőket fogadtunk arról, hogy van-e olyan hobbiuk a párjának, ami kiállhatatlan a párjuknak, és kiderült, hogy a legtöbb nő utálja itthon is, ugye? A párja hobbiát, telefonált Edina, akinek a férje magnókat és kazettákat gyűjt, és beszéltünk Judittal is, akinek a férje legózik. Igen. 41 éves apu, csak mondjuk. Igen, és a gyerekek nem nyúlhatnak a legóhoz. Szóval találtunk érdekes hobbikat űző férfiakat, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc múlva pontosan 10 óra, 6-os út, Zengővárkony előtt van egy trafi, ezt Fecó küldte nekünk, M6-os Dunaszentgyörgyi pihenőnél Pécs felé rendőri ellenőrzés, mindenkit kiterelnek, gyűlik a kocsi sor. Marika voltam, Marika, köszönjük szépen. Mezőköves Molkút, szintén van egy trafi, ott is figyeljen mindenki, 8-as főút, Berhidai elágazás Nagykarambol, autó fejtetőn az árokban. Lassan menje mindenki. Ezt Krisz küldte nekünk. Aztán a Szentendre felüljövő forgalmat az Árpád-hídi felhajtónál baleset miatt megállították. Tegnap is volt egy nagy baleset az Árpád-hídon, ez most az Árpád-híd előtt. Tamás küldte, Tamás, köszönjük szépen.
és M0-ás erősen torlódik az Anagyi pihenőtől Győr irányában. Az okát még nem tudom, de ha átjutok, még írok. Levi. Köszönjük szépen. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok, ahogy hallgattam ezt reggel, eszembe jutott, amikor még együtt zenéltünk Ferivel. Istenem, és egy ilyen szép, és a Brian Adams is. A Team Show-ban? Nem, hát oda nem férni, Csabi. A Team Show-ban. Hogy volna be egy... És sose felejtem el, amikor egyszer a Feri jött nagy boldogan, és azt mondta, hogy megvettem a drágámnak a karácsonyi ajándékot. Egy új gitárt. Jó is ez, jó is ez. Gondolom, minden indult a mai témátok, nem? Persze. Azért nem, ha erősítőt is kaphatott volna, de azt már megkapta a születésnapjára. Az az ember, aki szeret téged, az annak örül legjobban, ha te örülsz. Nem? Hú, egy éven állam van az erősítőt, Feri, nem kell neked? Nem egy, de nem, mert van, nem még, van még öt. Ja jó, szóljál, most jutott eszem, hogy az erősítőről beugrott, hogy ott van a távcső mellett. Tudom, igen, ugyanúgy nem használod egyiket sem. Nem, mert a gitárt visszaadtam, és nincs mi bedugni. Igen, mert ezt kértem, de tudok adni másik gitárt. Lehet, hogy megérek, hogy nálam van. Az erősítőt valamikor sokat fog az érni majd. Mert a gyártó mindig csinál egy ilyen saját kis privát múzeumot a régi cuccaiból. Hát, ha az annyira kifut, mire visszaadod neki, hogy... Így van, és ugye használatlan lesz. Ja, ráadásul még új állapotú. Hát most csak így mondtad, Csabi, beugrott. Mi újság, Csabikám, milyen idő van kint? Mondták, azért nagy szakértő vagy, hogy egy távcsőt megpróbálsz egy gitárerősítővel felerősíteni. Egyébként nagyon szép idő van, futásra buzdító idő, így aztán reggel el is mentem, gyakoroltam kicsit a hétvégére. Jól meséltél róla, hogy megy? Meséltem, és azt is elmondtam, hogy már áron is fut, tehát egy fél maratont vállal be most a hétvégén. Nem mondod. De. Az nagyon szép teljesítmény. Hát, igen, az indul. A tempó, ami ő fut, az neked egy gyalog, mert hogy te egy öreg. Te mennyi futsz, Csabi? Én 10-et futok. Na szép. Hát a csapatunk így nagyban egy 10-es fog lefutni. Na szép. Szép lesz. Hát, reméljük sikerül. Merre ne menjek, merre zárjátok le a rakpartot? Nem, merre, mindenfele. Mi lesz? Hol foglak utálni benneteket nagyon, ha kocsival megyek? Te mindig utálsz mindenhol mindent. Teljesen. Maradok csak a kis faludban, és az a biztos. De nem, tényleg mentek valami, mindig hétvégén úgy indulok el, hogy megnézem, van-e futóverseny, mert a komplet város megvénul, ami nem baj, sportoljatok, tehát tök jó, majd mi kikerülünk benneteket, csak hogy hol futtok. Pesti alsó rakpart és környéke. Margit, tehát a szokásos Pesti alsó rakpart. És a két híd, ami körbeveszi Margit hidat. Jó. Megy olyan Margit szigetet. Van arra nem megyünk. Hívjuk a naphallgatóján. Nem tartasz velünk, Feri? Tavaly nagyon beindultál. Hogy? Fellángolás volt csak. Kicsoda? Te. Mert én nem ízé, nem ilyen diszkófutó vagyok, mint te, érted? Én rendesen csinálom. Nem is tudtál a hova tenni, mikor futottál. Én ezt a Ferit jobban szeretem. Ha megint futsz. Hát persze, itt hülye a tavasz meg. Kergetnek. Hülye hát, de attól még minek fut? Kergetnek, nem már. Kergetnek. Az bizony. Jó reggel. Laci, hello. A hobbi is témánkhoz írtál SMS-t. Hol hallgatsz minket, Laci? Én most éppen Bátaszék és Baja között vagyok. Bátaszék és Baja között. Szállítasz valamit azért, vagy úton, vagy csak... Én dekoratőr vagyok. Dekoratőr. Hát, Balázs a csúnya. Matricázok. Van a sármőr és a dekoratőr. Laci, ugye azt kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, milyen hobbija van az ő párjuknak, és hogy mennyire utálják. Te írtál nekünk egy nagyon helyes SMS-t, azt írtad, én támogatnám nejem hobbiját, de nem akar rút táncolni. Szerettük, és ezzel te lettél a nap hallgatója. Egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked, és van még plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblogban, hogy mit kapsz, jó? Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek is. Voltál már valaha naphallgatója, vagy ezt most csak úgy elküldted, volt egy ihlet? Nem, írtam már többször, de még naphallgatója nem voltam. Egyszer egy kirakat rendezős témában már beszéltünk. Uh-huh. Jó, és most végül naphallgatója is lettél. Jó van. Laci, küldjük neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Nagyon szépen köszönöm. Szép napot. Sziasztok. Hello, hello. Na. Csabikám, milyen zenék vannak? Remek zenék ma is? Folytatódik a One Republic játék, és látom, jól működött a tesztgép most, hogy a Laci törlít az ablakot. Igen, fantasztikus kis szerkezet volt. És mindeközben Denise-nek a klasslágerét fogjuk meghallgatni, az a cím, hogy Csoda. Denise egy rapper. Tehát ő így rappel. Ő rappel. Értekezett van, vagy csak. Ma értekezett van, nem kérdezek. Nem, ez egy nagyon jó kis szám. Megvárom, míg befejezed az értekezletet, és akkor utána fogom adni, hogy meghallgasd, mert szerintem tetszeni fog. Tehát láttam, hogy 10 óra 35-kor van, mert úgy érzed, addig végzek? Szerintem igen. Na jó, van, meghallgatjuk akkor Denise dalát meghallgatjuk, jó? 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, jó? Holnap pedig nem elfelejteni, hogy ugye a rendőrség megígérte nekünk, hogy oda helyezhetünk trafit, ahova akarunk, írtunk, illetve pontosabban hallgatóink írtak az ORFK-nak, BRFK-nak, hogy tegyék ki a Teve utca, Gömb utca sarkára, és voltak olyan drágák, kitették,
Csekkoljuk holnap, hogy ott van-e. 6-tól fél 8-ig? 6-tól fél 8-ig van, így van. 6-tól fél 8-ig. Tehát vagy én vagy ott kezdek 6-kor. Jó, hát jó. És meg... fölhívtok, viszek kávét nekik, megnézzük az új trafit, engem érdekel. Kicsit hogy kérdezel kicsit, róla. Ha lehet. Ha nyilatkozhatnak, ha nem, akkor nem. Hát csak húzz el előtte 170-nel, az kész. Ja, meg tudod, hogy ott volt-e. Tök jó. Igen. Csekkoltak. Főtörzs. De ezt csak később tudod meg, akkor kijön a papír. Szóval, hogy megnézzük, hogy ott van-e a trafi, de nagyon helyesek, hogy ők ezt így lerakták és bevállalták. Örülünk, hogy a BRFK-nak is van humorérzéke. Csabi, a kívánság műsorra 555-55-00, ez az ő telefonszáma, szeretnétek dalt kérni, pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning.